6 óra és 8 perc. Jó reggelt, szevasztok! Hello, Laci! Jó reggelt, sziasztok! Drága hallgatók, sziasztok! Kedves Orfűn összejött család, annyi SMS jön még mindig ezzel kapcsolatban, újabb érzelmek kavarognak. Hello, Gyuri! Jó reggelt, hello! Jó reggelt, szia, Anett! Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Ó, milyen szép a... Olyan, mint a nagyobb lenne, na. Ugye? Nem mondhatok semmi mást. Nézd, körbeírtad. De mint a nagyobb lenne, nem? Mm-hmm. Valami? Hm? Igen. Nem ugye? De én optikai? Nem tudom, nem avatott be engem sem a részletekbe, de... De is neked is úgy tűnik. Igen, mint hogyha valamitől ott máshogy állnának a dolgok. Á, igen. Mm-hmm. Nagyok, na. Mondjuk ki. Te vagy a kemény csávó, mondd ki. Nagyon. Én még a kutya, amelyik 88-ban született, tudod tegnap után. Na. Húha, kezdjük el szerintem gyorsan. Itt vannak a... Ó, egy Henry Ford idézet. Köszönjük kacsának. Henry Ford azt mondja, jó reggelt, csinos állatok, tehát itt az idézet. A kacsák csendben rakják le a tojásaikat. A tyúkok kotkodácsolnak, mint az eszeveszet. És mi a következmény? Az egész világ tyúk tojást eszik. Ó, igen. Ez mi ez a marketingnek az alapvetése? Igen, abszolút. Henry Ford, oké. Okay. Vigyázz, élőben vagy. Idézet Erdős Lacikától. Szép reggelt mindenkinek, Laca Biáról. A baj akkor válik jelentéktelenné, ha a beteggel egy nagyobbat is sikerül beszereztetni. Dr. Bubótól egy idézet. Igen. Igen? Hát a Dr. Bubó körülbelül annyira jelentős ilyen idézetekben, mint Harry Ford. Nagyon jókat mondott. Írta ez nekünk, de ezt most nehezen értelmezem egyelőre. Jó reggelt, szabad csapat főni. Azt már régóta tudjuk, hogy a reggeli műsorban te vagy a legjobb. Azt is tudjuk, hogy mindig olyan emberekkel dolgozol együtt, akik hasonlóan profik, mint te. És most már azt is, hogy olyan embereket hozol össze, akik között életre szóló barátságok, mi több szerelmek alakulnak. Köszönöm, köszönjük, Párizs, 16 fok, nagykozári fuvaros. Oha! Ki belettél szerelmes? Jóci Rotterdamból? Ki belettél szerelmes? Milyen? Nem is árultátok el a szerelmet? Hát igen. Eddig erről nem volt szó, ez új info, gyerekek. Igen, de hát jó, akkor avassatok be. Uh-huh. Most már neveket kérünk. Igen. Morgan, mindenkinek tegnap egész nap betonoztunk anyával, aki a brutál rajongód Laura. Este 8-kor már mindenem fájt. Na jó, már 4-kor is. De aztán este elkezdtünk irogatni a Bocskor Camp csoportban az új barátaimmal. Ezt nézd meg. Mindenki ezen van. És feledésbe merült az egész napi fáradtság, és inkább a szombati buliról, és a következő szervezéséről ment a duma, és ez visszahozott az életbe, lehet ma mégis megyek dolgozni. Kicsit hosszú lett, de lényeg, hogy összehozzátok a jó embereket a műsorral, és ezért örök hála, puszi pacsi nektek, és a szombati buli résztvevőinek Robi, a férj. Ó, de jó ezt hallani. Tényleg jó érzés, komolyan. Tényleg jó. Igen. Ezeket nem gondoltam, hogy ez ennyire komoly hatással lesz. Én sem gondoltam, hogy ennyire komoly hatással lesz. Tehát most ez a találkozójuk volt valami ilyen extra katapult. Igen. Úgy érzem. Tehát most annyira lelkes mindenkivel kapcsolatban, de ki, hol a szerelem? Azt áruljátok el. Továbbra is ez a kérdés. Igen, akiket mi hoztunk össze. Igen, képeket is küldjetek, mindent tudni akarunk. Igen. Ja. Üdv az éter hullámain, az Orfűj, Orfi Bocska találkozó óta szinte csak ringatózom. A hétfői élő adásban kaptam egy háját, azóta kikötni sem akarok. Csak hallgatózok rádiót, azt, amelyiknek olyan régi neve van. Mindenkit puszilok, ölelek, Festő Pistán és Csilla Pécs. Ó, igen. Sziasztok, tegnap felidéztük a családi jelszót reggel. Na, ez a tegnapi műsorunk hatása. Délután a fiam csak jelszóval szállt be a kocsima, mert szerinte gyanús vagyok. Judit a tanyáról. Helyes. Na jó, ez jó érzés. Ezekből mi derül ki, hogy hatással vagyunk, mindig tudunk hatni, és ez igen. Tök jó. És ez tényleg nagyon emberek, akik soha nem kerültek volna kapcsolatba egymással, most tényleg barátok lesznek. Nagyon jó. Igen. Ők kempingben voltak? Igen, az a panoráma kempingben Orfűn. Igen. Panoráma, ja, Orfűn. Igen. Ja, aha. Ott voltál te is. Egyszer ugye, amikor zenéltél. Kempingben voltam? Hát én az autómmal voltam. Fishing on Orfűn voltál, tehát már, ha nem is tudsz róla, de ott voltál, igen. Nem, az nem F-ot volt akkor? Lehet, hogy ez F-ot volt. Lehet, hogy F-ot volt. Akkor szerintem az volt. Lehet. Tehát gyakorlatilag a színpad és az autó volt az enyém. Így csaltak be téged egy kempingbe. És aztán haza. Nagyon féltél mindenkitől ott, gondolom. Ne gyertek közel, így van. Na, Anett megfogalmazta nekünk, kíváncsi vagyok, mert a Gyuri, na mindegy. Az egy másik történet. A hét legmelegebb napja lesz a mai.
Komolyan? 33 fokra készülünk sok napsütéssel, közben futózivatarokkal. Ja, akkor ezért jó. Nem tart viszont sokáig, estétől egy hidegfront érkezik. Ennek hatására a holnap már sokkal csapadékosabbnak ígérkezik, és a maximumok 30 fok alatt maradnak. Hétvégére a hőmérséklet tovább csökken, Szombaton és vasárnap már nem lesz több 25 foknál. Adrien és Mária a névnaposok, igen, ők ünnepelnek. Évfordulók, Anett szerint 57 éve ez a nap az írás tudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja. Mm. Igen. Hát hogy állunk mi Magyarországon ezzel? Én látom az SMS-eket, tehát... Akkor nem jó. Válasz, köszönjük szépen. Az írás tudatlanságnak számít, amit én SMS-be itt kapok? Hát vagy az gyakorlatilag tudnak írni, csak... Hát Csak nem úgy. Hogy ez a nap kívánná. Ahogy ezt is szoktuk használni, igen. Igen. Na, 43 éves ma Pink, édes Pink, és 41 éves Ördög Nóra. Oh. Tudjátok, ilyenkor mindig keresem, azt mondják, hogy egy csillagjegyben születtek, stb. Hogy van-e valami közös szerintetek? Pinkben és Ördög Nórában. Szerintem nincs. Semmi. Na jó, 34 éve, talán a gyerek és a család szeretet, az nagyon erős mindkettőnknél. Ez igaz. Igen. 34 éve Elton John Londonban árverése bocsátott a színpadi ruháit és egyéb koncert kegytárgyait. Az aukción 6,2 millió dollárt kaszírozott be. Ügyes. Ez még a 34 éve? Így van. Igen. Miért? Akkor mi volt? Nem tudom. Hát kellett neki a pénz. Csak... De mert én emlékszem, hogy kellett neki a pénz egy időben, de az inkább egy ilyen 15 éve volt talán. Hát lehet, hogy 30 éve is kellett ezek szerint. Ezt azért mindig kell a pénz. Hát gondolj bele, milyen ügyesen csinálta. Igen. Azért színpadi ruhákat és koncertkegytárgyakat, amit annak idején, amikor indította a turnét, azt szépen költségbe beírta, áfát visszaigényelte belőle. Jaj, Laci. És utána meg használtként eladja. Semmi. Ez Magyarországra jellemző és az Abbára. Lehet, hát, hogy itthon Abbára. Ők azok, akik azért... Azért az Elton is olyan ruhákat hordott a színpadon. De nem hiszem, hogy adóokokból. Hát mit tudom én ezeknél? Ő miért ne lenne olyan, mint egy átlag ember, aki azt mondja, hogy mondja a könyvelője neki, hogy figyelj, ezen tudsz fogni egy 15%-ot, ha nem úgy számlázzuk ezt a fritteres zakót. Ezt csinálja neki a könyvelője, de Elton John és az átlag ember között nehéz egyenlőségjelet tenni. Igen. Igen. Jó. 386 éve Cambridge-ben megalapították Amerika első egyetemét, amelyet később Harvard College-nak neveztek el. Oh. Oda miért nehéz bejutni? Oda, tehát brilliáns eredmények kellenek, vagy lóvé? Is, szerintem. Mindkettő. Miért? És ha nincs lóvéd? Akkor vannak biztos ilyen ösztöndíjak, meg pályázatok, amivel be lehet kerülni, mert nyilván ott is azért az számít, hogy a legjobbak kerüljenek oda. Igen. És nekik az fontos, hogy a legjobbak legyenek ott. Ha valaki meg anyagi okokból nem tudja megtenni, hogy az ő iskolájuknak a nevét emelje a tudásába, akkor meg... Akkor menjen a többi közé. Akkor menjen a többi. Nem, akkor van az ösztön. A Louisville-i egyetemre. Kentucky-ban. 56 éve az NBC bemutatta a Star Trek filmsorozat első epizódját. Uh-huh. Ó, az volt a jó, az volt a legendás. Captain Kirk, Mr. Spock, ők az igaziak, az összes bohóc utána az már csak vicc. Nevetséges. De tényleg az? Na. 92 éve Richard Drew bemutatta a Celluxot, amit akkor Scotch Tape-nek neveztek el. A mai napig Scotch Tape-nek nevezik el. Valahol. Nevezik. Hát valahol, de hát ők fedezték fel, de én arra vagyok kíváncsi, ez a Cellux, ez csak a magyar szóhasználatban, sehol nem láttam. Viszont olyan külföldi szónak tűnik, nem? Olyan Cellux. Latin. Ez egy ilyen nemzetközi cég, nem? Igen, ilyen ez, és magyar. Cellux. Mi? Szerintem az egy márka, a Cellux. A értem, de, az de miért? Meg az meg az, hogy mi. De miért nem... Az mi? Meg ragasztó azt jelenti. Scotch tape. Scotch tape azt jelenti ragasztó. Nem, skót szalag, vagy nem tudom. Az a tárgyneve. Oké, de azt nem is kutatom most. Miért lett nálunk Cellux? Mert hogy ez a márkája. De ki találta ezt ki? És mit jelent? Cella, mint is luxus cella? Vagy mi van? A legdrágább ragasztó volt a maga idejében. Megvan. Celluxus. Amit mondtál. De miért cella? Na mindegy, csak keresem. És ugye a márkával vált egyenlővé, ahogy a Scotch Tape is, mai napig az angolok így hívják, a németeknél Téza. A Téza volt a cég. Aha. És a Téza film volt maga a Cellux, és a mai napig Tézának mondják. Akkor Németországban hiába kérek segítséget, adjatok egy gimibit, egy kis Cellux. Gimibit, egy kis Cellux? Igen, de sem lehet benne semmi. Nem jön össze. A francba. Nem jó, jön össze, ott Tézát kérjél. Oké. Okay. Tényleg. Aztán... Igen, 156 éve először dokumentálták Hatos Ikrek születését Chicagóban. Igen, addig nem írták föl. Ettől retteg a Gyuri.
Ettől retteg a Gyuri. Hogy dokumentálni fogják. Nem, hogy dokumentálni fogják. Attól retteg, hogy annyira jól kiszlalomozta ezt a apaságos sztorit, hogy egyszer, ha véletlenül beüt, akkor minimum hármas ikrek lesznek. Hát persze. Egyszerre véletlenül beüt, megérkezik mindenki, akit eddig kiszlalomoztam. Azt mondja, mondani, hogy jó Isten, hogy az elmúlt 20 évben kellett volna neked, akkor most egyszerre megkapod. Igen, te nem szívtál, neked nem kellett felkelni éjjel, neked nem kellett autót venni azért, hogy esetleg az orvoshoz elvidd, nem kellett, mindent megúsztál eddig. Érted? Pelenkák tornyosulnak a pelenkagyűjtőben. Ezeket mind, te csak itt áll orrfűn, és semmi más nem csináltál. És szerintem Isten figyel téged. Igen, úgyhogy most elcsúszol a jégen, és minden palánkba bevered a fejed. Igen, de így szokott lenni az élet így adja nagyon meg. Vigyázok, így nagyon boldog leszel. Hidd el! Veszel egy szép nagy egyterű autókat is veszel, az is kerülöd. Egy szép nagy egyterű autót, és akkor hátul ülnek elől a párod, hátul ülnek a gyerekek. Bekötötted mind a hatot egymás után, ezzel elment fél óra az indulásnál, és utána a tolóajtót így becsukod. Így van, első körforgalomnál hánynak. Nem is tudom, hogy miért van ilyen kies élvezet az arcotokon, miközben erről fantáziáltok nekem. Fantáziál, hogy Gyuriak hatosikre így lesz. Most már hatos. Tényleg, mint a dörzsölnétek a tenyereteket, hogy te is tapasztald már meg ezt, te is. Igen. Igen, mert te onnan valahogy te egy ilyen gőgös trónon ülsz, uh-huh. És lenézel bennünket. Gyerekeseket. Gyuri, mindenki lenéz, akinek gyereke van és autója. Na most akkor gondoljatok bele, drága hallgatók, hogy súlyos. Hányan vagytok nem lenézve. Súlyos szavak. Én, aki még ilyen gyermek. Na ezzel foglalkozunk inkább, bocsánat. Súlyos szavak. Én, amiki még ilyen gyermek animációs programokat is szerveztem gyerekeknek, hogy boldogok legyenek. De más gyerekeknek. Gyereknapokon, meg... Tegnap mondtad, hogy egy rádióműsorban gyerekeket akar elraboltatni. Igen, igen. De a szüleik, igen. Hogy kevesebb legyen a földön. Azt mondták, a szüleik jól csinálják. Na, pápa 15 fokos 32 lesz ma, azt a mindenit. Napsütéssel. Mikor jön ez az ivatar, drágám? Hát napközben bárhol elkaphat minket, de délutántól már egyébként délutántól. Jóval több helyen. Miami 22 fokos 35 lesz, és kevés lesz ott a felhő, de lesz. Mezőberény 16 fokos 33 lesz napsütéssel. Tokaj 14, 29 és napsütés. Budapest 17 fokos most, és 33, és sütni fog itt a nap. Legyen ez így. Én már ma úgy rendezkedtem be, hogy eső lesz. Ezt láttam tegnap. Lesz eső, tehát hogy jól láttad. Tehát ezt mutatja mindenfelé, csak jó idő lesz mellette. Tehát azért 33 fokban megászni, az tök jó. Igen. Szuper. Na jó, akkor szerintem nézzük meg, hogy mivel fogunk ma foglalkozni. Képzeljétek el, hát mindenben van már, nem? Ti is úgy érzitek, hogy mindenben van már verseny. Igen. Tehát amikor a szegény Lázár barátunk, Kovács Lázár kiment pizzát versenyezni. Ó, igen. Nem tudom, hogy jól fogalmaztam, de szerintem jól. Szerintem érthető volt. Akkor jó, hát az pizza verseny, de van mindenféle, nem mindenféle foglalkozáshoz köthető verseny. Persze, hát mi szoktuk nézni, van ez a Nat Geon kovácsmester ilyen verseny. Igen, hát, a készcsinálók. Hát de igen, zseniális, de miért? Nem tudom. Illetve azt gondolom, hogy mindenki, aki valamihez ért, megérdemli azt, hogy megmérettesse magát, hogyha valamiben nagyon jó. Megmutassa, hogy a szakmájában ő a legjobb. És nálunk, képzeljétek el, most már sokadjára, 5. alkalommal az egyik szakma megversenyezteti a legnagyobb szakértőit, ezek a sírások. Óha! Hát igen. Ez fontos. És, Laci, majd megtudod. De... Hát mind megtudjuk. Jaj, de jó, hogy én a hatosikreket kaptam. Nem a sírását. Hát ott a sírásonak is több dolga lesz. Szóval, ugye nagyon sokan, amikor ezt a szót meghallják, akkor olyan valahogy olyan kellemetlen érzésük lesz, meg olyan morbid az egész, Rod Stewartról lehetett hallani, hogy sírású volt, még a sikeres karrierje előtt. De hát valóban ez egy olyan szakma, amire szükség van, és ezt becsülettel végzik sokan, sok helyen, és ezért gyakorlatilag igen, tehát ez egy nagyon tisztességes szakma, ezt akarom ezzel mondani. És megrendezték most Tatán a sírású versenyt. Uh-huh. Igen, van győztese, ugye? Persze. Egy győztes párosa van, igen. Győztes párosa van. Igen, ez egy páros verseny volt. Mindenhonnan ketten érkeztek. Így van. Na, és ezért gondoltuk, hogy felhívjuk telefonon azt, aki ezt életre keltette, vagy életbe hívta ezt a versenyt, Varga Józsefet, ő a temető fenntartók elnöke, képzeljétek el. És nyilván az is egy komoly feladat. Tehát ott
valahogy úgy sakkozni a parcellákkal, meg helyeket minden. Ez egy picit olyan, mint a Monopoly. És mint a Tetris. Itt is van egy dobásból, kimaradsz, meg börtön, meg ilyenek. De hogy mit szerzel meg? Ja, persze. Na, és összejöttek Tatán most az ország legjobb sírásai, képzeljétek el, és mi semmit nem tudunk erről. Tehát, hogy ennek milyen szabályai vannak, hogy... Vannak-e? És vannak, és mi alapján ítélik meg, hogy... Persze, hogy vannak, hát valahogy nyerni kell. Na jó, de hát nem gondolt, hogy egy gödör kiásása azért olyan bonyolult, vagy olyan jó. Sok elvárás. Ezt mond majd te kezded az interjút. Jó, rendben. Jó. Na jó, szóval egyrészt meg szeretnék említeni a győztes, másrészt pedig egyiket tényleg, hogy ez milyen szabályok alapján működik, és mi lesz ezekkel a sírokkal, amiket kiástak a lelkes versenyzők? Tehát, hogy erre már várnak? Vagy felajánlják jótékony célra? Ezt kötelező megtölteni gyorsan. Gyorsan, vagy kárba vész. Tehát, és ugye nagyon kemény volt a tatai talaj, ez csak ennyi, mert asszály volt. Bizony, idén nagyon durva volt a verseny. Kemény tatai talaj. Hát sajnos te nem olvastál utána, tényleg így volt. Hát én gondolom, hát tudom, hogy milyen időjárás van. Hát ez pokoli lehet. Pokoli. Vezess már fel a következő témát is. Melyikre gondolsz, az ételfüggőség? Hát a gyerekek, az nagyon érdekes. Mikrofonnal együtt. Gyere mikrofon. Gyerekek, nagyon érdekes, hogy kisétálnak. Gyere mikrofon, gyere, felvezetjük együtt ezt a témát. Na, hogy sokan hivatkoznak arra, hogy én azért eszem, meg azért nézek így ki, mert egyszer... Igen, sokan mondják azt, hogy... Jó, tényleg sokan mondják, mert mi mondjuk a Gyurival, de a hátad mögött. Ó, a hátam mögött. Nem tudtuk, hogy hallott ezt, jó, bocs. Hadd mondjak valamit. Akkor bocs. Ha látod a szemem, akkor ez nem a hátam mögött van, de téged ez nem zavar, ez a kis különbségtétel egyébként. Tehát, hogy sokan mondják magukra, hogy én csak azért eszem, mert egyszer nem tudom abba hagyni, mert van ez az ételfüggőség, és ez elkezdte érdekelni a tudósokat is. A Michigani Egyetem csinált erre egy rendes kutatást 35 féle kajával, hogy tényleg okoznak-e függőséget ételek. Magyarul ugyanúgy rá lehet-e kattanni valamire, mint mondjuk tiltott szerekre, tehát alkoholra, drogra. És azt mondják, hogy van ebben valami. Alkohol nem tiltott. Hát, tényleg tételt húzzak? Mi a tököm legyen még? Hát komolyan mondom. Hát a legközebb zakóba meg nyakkendővel jövök be bocskorúhoz érettségizni ételfüggőségbe. Na jó, értitek, miről beszél a Laci, remélem legalábbis. Tehát ez lesz a téma. Nem hülyék. Ja, Ati közben megjött. Ő már nem covidos. Hello, Ati. Szia. Igen, elnézést. Jó, még egy fontos dolog. Tudjátok, hogy készülünk turnézni, és egy picit ilyen sejtelmesek voltunk ezt illetően. Azt ugye hallottátok, hogy most szeretnénk, miután ez a VIP boxos látogatás az előző turnénkon nagyon-nagyon sikeres volt, szeretnénk ezt most még egy picit kiterjeszteni, nagyobbá tenni. Igen, tehát megyünk, meglátogatunk, VIP boxot viszünk, de a box az most nagyobb lesz. Egy kicsivel. Mert nem csak a délutáni boxot viszünk, hanem másnap az egész stúdiókapszulán, kapszula stúdiónk ott lesz a házatoknál, és ezért vártuk, azt kértünk benneteket, hogy akinek van egy háza, ahol be tud bennünket fogadni, több hallgatót is, tehát akik oda mennének a városból közel egy városhoz, tehát hogy ne kelljen sokat utazni a városiaknak, akkor mi szívesen nálatok csináljuk a reggeli műsort az ország valamelyik helyszínén. Rengetegen, nagyon-nagyon sokan jelentkeztetek, és azt csináljuk, hogy a következő napokban egyenként felhívjuk azokat a vendéglátóinkat, és akkor közöljük velük az örömhírt, hogy hozzátok megyünk. De jó. Igen. Ez jó lesz. De még mindig, tehát nagyon-nagyon sok van, nyilván sok szempontot kell nekünk figyelembe venni, hogy mitől alkalmas vagy nem annyira alkalmas a hely, de még mindig, hogyha úgy érzed, hogy úristen, erről lemaradtam, nem is hallottam, de a bocsiék, jöjjenek ide hozzám, délután együtt leszünk, iszunk, eszünk, és másnap reggel az én házam elől vagy a kertemből megy a műsor. Persze nem alszunk ott, tehát... Hogy nem alszunk ott, így van, igen. Igen, jó reményeket ne tápláljatok. Akkor ezt írjátok még meg, akár Facebookon, milyen jó lenne, a fotókat is küldenétek, de ha SMS-ben külditek, akkor mindenképpen egy pontos lakcímet írjatok, meg tudjuk nézni első körben a Google térképen, hogy az nagyjából, hogy hol... Nagyjából hol van, milyen a hely, beférünk-e, stb. Tehát ma valakit felhívunk, aki ezt tuti megyünk már. Uh-huh. Igen, nagyon jó. És még valami, de ez előre mondom, tehát azokra a városokra, amikre majd ugye sor kerül, onnan például várjuk a város legjobb
zenekarát. Legyen rock vagy pop zenekar. Mm. Jó? A legjobb zenekarát, mert ők is ott játszhatnának a kertben, vagy a ház előtt, vagy valami. Igen, de jó. Hozzátok a rajongóitokat, nem? Szuper. És akkor be tud mutatkozni a rádióban is egy-egy olyan zenekar, akinek lehet, hogy soha nincs esélye erre. De lehet, hogy ott helyben meg tök népszerű, meg ismerik. Pontosan, meg és mi nem ismerjük. Így van. Ez az. Na, és lehet, hogy még nektek is kitalálunk valami extrát. Na, ennyit most, majd, picit majd a részleteket elmondjuk később. Vályi Pista is jelentkezik ma természetesen, és na, arról szeretne beszélni, tök érdekes, azért csodálkozom, mert tegnap néztem egy ilyen videót, arról szeretne velünk beszélni, elmondaná az autóknál azokat a jellemzőket, amik miatt egy autóból már most lehet tudni, hogy értékes oldtimer lesz. Mert nem minden autó, amely öreg, értékes is. Valaminek meg hirtelen elkezd felmenni az ára. Uh-huh. És akkor ő meg tudja mondani, hogy milyen szempontok alapján érdemes választani autót. Ha azt mondta, hogy én egyébként úgyis sokáig használom egy autót, vagy nálam van, és akkor megvárom azt a 30 évet, mert onnantól kezdve az egy oldtimer. Abszolút, abszolút. De gondolj bele, hogy hány ember üti a fejét most a nem tudom hova, hogy basszus, miért adtam el akkor azt az autómat. Mondok egy példát. A Volkswagen T1 busz. Az gyönyörű. Az, igen, az a klasszik. Na most a Volkswagen T1 busz az valamikor a 60-as években gyártódott, 70-es években is még bőven jártak vele, Magyarország is tele volt vele egyébként, de és aztán gyakorlatilag, amikor jött a T2-es, majd aztán jöttek később a 80-as, 90-es évek, értéktelenné vált az a busz. Ma egy, ami tip-top állapotban van, 50 millió forint. Azt a mindenit. 50 alatt nem kapsz egy jó T1-es, nem viccelek. Az kőkemény. Ez eszement. És ez az, hogy akkor azt nem tudta valaki. Hogy gondolj bele, hogy mondjuk a 80-as években megvettél egyet fillérekért, beraktad a garázsba, jártál vele, tök mindegy, nem kell hozzá sok alkatrész, hogy nagyjából rendben legyen, és aztán most elkezdett helyrehozni, egy picit izé, minden fém rész, nem rozsda, mindent, hogy megcsinálsz, ma 50 milla. Nagyon jó. Elképesztő. Csak tudni kellett volna akkor, hogy a T1-es ennyit fog érni. Hát a Pista meg most meg tudja mondani, hogy miből lesz legenda, vagy mi olyan speciális típus. Pontosan, ez lesz. Na, és a tegnapi nap legjobb pillanatai következnek most, és ez egy szomorú évforduló volt, amiről beszéltünk, viszont nagyon-nagyon izgalmas volt a beszélgetés, ugye ez a 72-es müncheni olimpia szörnyű terrorcselekménye volt, és hát ott a magyar delegáció, magyar olimpiai csapat egyik tagjával beszéltünk. Így van, itt volt velünk telefonon Gyarmati Andrea. Mondd, ma mi nyűgöz le, Laci? 7 óra lesz, 6 perc múlva. Tonyó azt írja, hogy ez az főni, enged szerepelni a szép fiút. Ezért eljössz, Laci. Ja, jó, jövök is, oké. Ausztrál kávézó tulajdonos, a megoldások embere. Nekem szimpatikus, amit mondott a csávó, meg amit csinál. A kávézójában valamelyik nap, ezt ő elmesélte egyébként, azt hiszem egy tévéműsorban, összekapott két alkalmazottja, és ráadásul a vásárlók előtt. Tehát ez rémesen kellemetlen. Ő meg tulajdonosként azt mondta, hogy oldjuk meg ezt a helyzetet. Mostantól kezdve azok a kollégák, akik menstruálnak, azok egy piros matricát viselnek a kis kötényükön. Ezek nők voltak amúgy? Erről nem szól a hír. Hát a mai világban. Igen. De magam, amikor negyedszer átolvastam a hírt, arra jutottam, hogy szerintem igen. Tehát akik menstruálnak, viseljenek mit? Egy piros matricát a kis kötényükön, a kávézóban, uh-huh. Mert akkor egymással is megértő. Piros, mint a vér, ugye? Hát például, vagy mint a vörösbor. Sajnos ilyen jó ízlésű az ausztrál kávézó tulajdonos. Vagy mint a paradicsom. Akar, nem akart összezavarni senki. Na most mi, hogy kirakja a zöld, de, na mindegy. Ő ezt választotta. Uh-huh. És akkor ő ezt várja ettől, hogy majd egyrészt a kollégák egymással megértőbbek, kedvesek lesznek, türelmesebbek, és a vásárlók is. Tehát amikor a vásárló kér egy lattét, és nem úgy van, akkor nem kezd el vele kiabálni, hanem megérti, hogy most ő... Nem biztos, hogy tudott arra koncentrálni, hogy olyan legyen a tejhab, vagy a fahéjszórás, vagy valami, és akkor ettől kisimulnak a dolgok, és mindenki nyugodtabb lesz, és kedvesebbek lesznek egymással. Hát elég nagy probléma van ennél a pasinál szerintem. Ugye? Én is azt gondolom. Ezeket pár évvel ezelőtt a német Lidl-nél volt ebből egy botrány a pénztáros nők. Ugyanebből az okból viseljenek valamilyen kendőt, de... Te azt mondod, hogy én azt mondom, hogy szerintem, hogyha ez kisimít helyzeteket, meg jobban érzi magát tőle, az a... Kisimít helyzeteket, ez egy billog. Ez megalázza. Abszolút megalázza. A nőknél, nem tudom, hogy tudod-e, de például amikor egy kislány elkezd menstruálni, akkor először szégyenérzete van. Ez egy lelki történet is, nem csak egy biológiai. És ezzel gyakorlatilag megalázod, hogy mindenki tudja, hogy a bugyjában mi történik. Mindenki számára elnézés, de ez annyira durva.
Hát durva, de ugyanakkor meg amit tapasztal, az az, hogy normálisabban viselkednek vele az emberek. Te mit csinál? Tudnál normálisabban viselkedni az Anettel, ráraknék egy matricát? Én akkor se. De... Mondjuk ez igaz. Anett, te mit szólnál? Hogy azért, hogy megértőbbek legyünk veled, a vezetőség elrendeli, hogy a bizonyos napjaidon hordjál bármilyen megkülönböztető jelzést. Figyelj, én ezt borzasztó megalázónak tartanám, és egyébként valószínűleg nem is viselném. Sőt, letagadnám, lehet, hogy azt mondanám, hogy nekem nem jött meg. De drága vagy, komolyan. Ezt nem is fog. Bosszúból milyen matricát raknál a fiúkra? Rátok? Aha. Hát hidd el, van ötlet. Hát de hogy milyen okból? Kanos matrica? Vagy azt mi? Igen, egyébként igen. Vagy ilyen durcás, mert akkor Laci nálandóan lehetne. Hát igen, igen, a kanos matricát a Lacira nem tud rárakni. Hát de arra, hogy a munkahelyemre nem úgy járok be, mint ti. Hát de mi igen. Hát egész nap matricát viselhetnétek. Ilyen alapot, komolyan mondom. De egyébként meg jogos a felvetés, mert a férfiaknak ugyanúgy vannak olyan napjaik, hát erről szoktak beszélni, hogy meg egymást is ugratják a férfiak, hogy na, férfi klimax nálad is beütött, és ettől ilyen hülyén viselkedsz. Hát simán lehetne ránk is matricát. Az nem ugyanaz, ez egy nagyon intim dolog. Pontosan. Mondjuk lenne három kanos matricád, itt vagyunk 1, 2, 3, 4, 5 fiú, meg ugye ott van a programigazgató is. Kikre raknád rá? Hármat kéne szétosztanod, három kanos matricát. Hármat? Na, akkor kettőt biztos, hogy kapna egyet a Gyuri. Tudom, hogy velem kezded, annyira tudom. Azt hittem, hogy a Bocsi kap kettőt. Meg kapnál te is egyet. Na, még egy matricád van. Lacika. Ja, őre nem rakhatok. Miért? Miért, fiú? Ja, jó, rakhatok. Miért nem? Na megsértetted a Lacikát is. Miért nem rakhatsz rá? Nem, azt hittem, hogy csak közületek választhatok. Nem, hát mondom, itt van Ati is, ott van a programigazgató is, tehát mindenki. Ja, hát akkor több megkapod kell. Az inkonos matricámat, akarod. Akkor nem elég három. Mondom, hogy csak három van, azért kire raknál. Nem, akkor rátok hármotokra. Ati most nyugodt, Laci mindig. Ati most nyugodt. Nem is tudom, mi van vele. Covid elvitte a munkás kedvét most. Jó, és azért tudjuk, hogy nem egyenlő az, ami ugye a nőknek a bizonyos napjai, tehát én szerintem ez brutálisan durva. Tehát ez annyira meg... Nem érzed benne? Látom, hogy nem. Lehet, hogy nem. Lehet, hogy nem érzem benne. Te hogy viselkedtél eddig menstruáló nőkkel? Én szerintem, hát szerintem ugyanúgy, ahogy... Mit tudom én, hogy mi történt? Sajnáltad-e őket? Nem mondták meg, hogy most így viselkedsz velem pedig. De finomabban viselkedni, ha tudnád, ha látnád rajta a jelzést? Vagy azt mondanád, hogy ez nem az én dolgom. Hát most szerintem igen, abszolút. Otthon te hogy szerzel tudomást arról, hogy éppen van? Ott matrica nélkül is tudom. Na jó, ennyit erről a témáról. Köszönjük, Laci. Nagyon szívesen. Megmutattam a világot. Köszönjük a világot. Kinyitottad az ablakot. Jó. Kell beszélnünk mindenképpen a hétvégén volt? Igen. Szombaton. Szombaton, a hétvégi sírásó versenyről. Magyarország sírásó versenye, Magyarország legjobb sírásói sírt ástak. A szakma krémje. A szakma krémje, pontosan. Bizonyos feltételek alapján is ugye volt egy zsűri, aki eldöntötte, hogy ki a legjobb sírásó. Ez morbidul hangzik, de ez egy ugyanolyan munka, és mint minden másféle munkában is vannak versenyek, uh-huh. Miért lehetne ebben? És hogy néz ki, mik a szabályok, ki nyerte, mi történik a kiásott sírokkal, stb. Ezt maga a szervező fogja nekünk elmondani. Varga József, a Magyar Temetőfenntartók elnöke. Őt hívjuk, és előtte hírek. 7 óra 11 perc, és jó reggelt! Ezt most másképp mondtam, érezted? Jó reggelt! Jó reggelt, Laci, hello! Jó reggelt, sziasztok! Szia, Gyuri! Jó reggelt, hello! És Anett, jó reggelt neked is! Jó reggelt, sziasztok! Na, az előbb nem tudtunk SMS-eket megosztani veletek, mert a Laci rovatára kevés idő volt, ezért őt hagytuk, de azt mondják itt, hogy villanyharcsás, szép jó reggelt, Prága 15 fok, Bődi Szabi. Akkor a nagykozári fuvaros és Móni Pécs lett egy pár, kb. 3 hónapja, üzeni Kacsa. Wow, hát ez sok boldogságot. Aha, hát ezt nem is mondtátok. Igen. És akkor ők egy sátorban aludtak? Hát gondolom. Ott de... Orfűn.
Ez akkor sem mondtátok, amikor bejelentkeztem ott nálatok élőben. Hát mondhattátok volna, ez nagy hír. Össze is adtad volna őket. Ha persze, van, hát azonnal celebrálom ott a celebrálni valót. Sziasztok, milyen csinosak vagytok. Ma is jó az AC/DC is pólód, a Bocsin, Gyuri és Laci és szuper, az Anett a legcsinébb. Jó reggelt veletek megint, Emi. Igen, köszönjük, akkor mi hármas ikrek vagyunk, hívhattok nyugodtan utóirat Tibor. Ó. Gyuri, el tudja mondani, hogy a gyerekként mit gondol rólad. Jó. Ezt nagyon várom. Esetleg, ha fel tudná mondani hangüzenetben, azt megköszönném. Egyébként írjuk már ki az ő számát, mert hármas ikrek témában egyébként lehet, hogy nagyon jó lenne. Oh, okay. És feltételezem, hogy már felnőtt. Valószínűleg tartom én is. Igen. De ha nem törlök, legalábbis tud írni. Jó reggelt, Retro Rádió, Cellux, Zala megyében egyenlő Tixó ragasztó. Uh-huh. Lackó voltam, egy régi hallgatótok. Teszem hozzá, Tixó is egy márkanév volt, és igen, azt nem tudom, hogy az nem a németer területről volt, és aztán mi megalkottuk a saját Celluxunkat, vagy bahát, a Tixó is létezik, meg próbáltam a Téza. Próbáltam rákeresni erre a Celluxra, én semmit nem találtam az eredetére. Komolyan? Igen. De érdekes. Sziasztok, nálunk is volt sírású vízórát ásni. Gyorsabban ásott, mint egy markoló. Azt mondta, országos írású bajnokság második helyezett. Az igen. Na. Aztán... Ezek szerint vállalnak vízórát is. Várjál. Szatmárnémeti Románia, 16 Celsius fok és civil felhős. Szerintem itt még itt nem sokára lesz egy civil nagy eső is. Civilül imádlak benneteket, LKV-s. Köszönöm. Na, tényleg is itt már ez a vízórás történet egy picit megelőlegezte a mostaninkat. Tehát a hétvégén egyébként az interneten egy ilyen videó terjedt futótűzként, és azt lehetett látni, hogy 30 megtermett férfi ás egyszerre egy temetőben. És aztán kiderült, hogy ez egy sírású verseny, mert ilyen van, mi erőjéként már tudtunk, van nemzetközi is, van országos is, és ez most az országos volt, az ország legjobb sírásai, gondoljatok bele, felpattanak a vonatra a legélesebb ásójukkal, és elindulnak a helyszínre. Ez esetben ugye Tata volt. Uh-huh. Jól mondom, Gyuri? Tata. Aha. Tata, így van. Most szombaton rendezték ezt, 5. alkalommal már, és a lényeg az, hogy a versenyzőknek, a csapatoknak, ugye ők kettes párban felállásban vannak, igen, egy ilyen versenyszabályoknak megfelelő sírgödröt kellett ásniuk, ez ugye a tatai temetőben volt, ahogy mondtam, és ha belegondoltok, miért ne lehetne? Tehát mindenféle, a bartendereknek is van versenyük. Hát igen. Na jó, de az egy olyan szempont, azt gondolt, hogy azért az egy árnyaltabb dolog, ott nem tudom hányféle itallal, fűszerrel, sziruppal dolgoznak. Az viszont szubjektív. És abból lehet kreatívkodni, meg esetleg nem tudom elrontani arányokat, javítani, jobban csinálni. De itt azért egy öt falu gödröt kell kiásni. Igen, hát biztos, hogy a tempó is, az alakzat is, gondolom sok minden aha számít. Pizzások, hát van pizzadobó verseny, van olyan pizzaverseny, ahol ugye a Lázár is szerepel. Tehát, hogy mindent megversenyeztetnek. A mi szakmánkban van verseny. Rádiós verseny nincs, ugye? Nem is tudnak nagyon mérni. Hogy egy szombaton összejönnek a rádiósok Magyarországon, és akkor megversenyeztetik őket. Igen, mert hogy nagyon nehéz ezt mérni. Nagyon hülye lenne, igen. Igen, na jó, a lényeg az, hogy persze, szokatlanul hangzik, de bennünket baromira érdekel. Egyébként mondjuk, hogyha ti neki állnátok sírt ásni, akkor hogy? Tehát láttál, a Breaking Bad-ben láttatok egy csomó sírhelyet, amit megástak. Igen. Hát én biztos, hogy lefelé indulnék el. Tehát ez az nagyon nagy, nagyon nagy. Igen, mit csinálnál ásóval, kijelölnéd előre, festenél-e krétával egy fűre? Nem, szerintem nem, elkezdenék mélyre menni, és akkor azt szépen úgy terjezgetném, így előre is, meg oldalra is. Uh-huh. És hát gondolom nyilván uh-huh előre felé hosszabban csinálnám, mint oldalra, mert oldalra nem kell annyira hosszú, mint előre. Én emlékszem, akkor... Logikus, tetszik. Nekem ennyi. Én nem tudom nekem mennyire mennem, én emlékszem, amikor apámék építkeztek, és megkért, hogy ott hátul valami, ássak egy nem tudom milyen árkot. És megcsináltam, és akkor elkezdett el művölteni, hogy nem azt mondta, hogy lyukatással, hanem hogy egy árkot. Tehát, hogy lehet, hogy én egy ilyen tölcsért csinálnék. Aha. Igazából, de nem vagyok ebben jó. Azért mondom, hogy minden szakmának megvan a fortéja. És most, hogy erről a versenyről valóban többet is megtudjunk, itt van velünk a vonalban Varga József, a Magyar Temető Fenntartók és Üzemeltetők Egyesületének elnöke. Szia Józsi, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a rádió hallgatókat! Szia, szia! Na, egyébként neked, mint elnöknek, temető fenntartók elnöke, ez inkább egy ilyen irodai munka, vagy sokszor, vagy terepen, mi a fő tevékenységed? Hát nyilván természetesen én is temetkezéssel foglalkozok, és temető üzemeltetéssel és szolgáltatással is. Nyilván az elnöki pozíciómból adódóan maga az egyesületi tevékenység az inkább az irodai tevékenységre terjed ki, de azért a mindennapokban én a temetkezéssel foglalkozom. De vannak ott vidám percek?
Hát hogyne, minden szakmában vannak vidám percek, meg vannak szomorú percek is. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon ketté kell választani. Szerencsére én azt gondolom, hogy a kollégáink javarészt szét is tudják választani, hiszen maga, amikor a temetés történik, meg zajlik, akkor egy olyan empátiával vannak ott a dolgozók, ami nyilván a gyászhoz tartozik és a elvesztéshez. Nyilván, de én most inkább rátok gondolok, hogy az irodában van-e nagy hahotázás, mit tudom, hogy dobáljátok egymás szendvicsekkel, tehát ahogy mi itt például nálunk. Hát azért szendvics dobálás nincsen, vagy legalábbis nem tudok róla, de azért persze egy normális körülmények között azért van egy kicsit kötetlenebb hangulat is, hiszen bármilyen munkát megnézünk, csak úgy lehet dolgozni, hogyha egy kicsit kötetlenebb is a társaság és a kollektíva. Tehát mindenféleképpen van, igen. Persze. Na, mesélj erről a versenyről. Hogyan történik a versenykiírás? Tehát ti eleve a szabályzatot szétkülditek az ország összes temetőjének, hogy erre hívnátok a legjobbakat, vagy hogy történik az, hogy tényleg valahol az ország másik pontján egy temetőben egy sírások kedvet kap? Nyilván ez már egy 2016-ra nyúlik vissza, tehát akkor fogalmazódott meg bennünk, hogy készítünk egy ilyen versenyszabályzatot és egy versenyt szervezünk. És tudod, az országban így van, tehát a maga temetkezési szakma nem egy olyan nagyon nagy szakmáról beszélünk, hiszen körülbelül egy 500 vállalkozás dolgozik ebben az iparban, és tulajdonképpen így van, egy néhány hónappal ezelőtt kiküldjük tulajdonképpen ezeket a felhívásokat, hogy újra lesz sírású verseny, és akkor így tudnak jelentkezni az adott csapatok. De hozzáteszem, hogy már eljutottunk arra szintre, hogy nem is kell felhívni ezeket a vállalkozásokat, hiszen folyamatosan évről évre már keresnek hónapok előtt, hogy na, mikor lesz a sírású verseny, hol lesz de a sírású verseny. Ez egy nagyon helyes. Tehát amikor megérkezik a felhívás, akkor ezek örülnek. Tehát az ország minden... Maximálisan. De jó. Így van. Tehát tulajdonképpen ők is emberek, szeretnék megmutatni magukat, hogy ők miben jók, mert ugye minden szakmában vannak jobb és jobb emberek, és hát valljuk be, hogy ez a temetkezés egy tabu téma, nem szívesen beszélünk róla. Ezért próbálok most ilyen kötetlenül, meg látom, hogy itt ott vagy erre, igen. Igen, és tulajdonképpen azért ezek az emberek, ezek a dolgozók büszkék arra, kimondhatom, mert itt a sírású verseny is tapasztaltam, és én is mindenkinek mondtam, hogy legyen is büszke arra a munkára, amit végez, hiszen ez egy fantasztikus munka, attól függetlenül nem beszélünk róla, de az élet része, és ez hozzátartozik a mindennapjainkhoz. Egyébként az ország mely részeiből, hány temetőből jelentkeztek? Tehát gondolom, hogy kellett valahogy szelektálni is, vagy mindenki jöhetett? Nyilván mindenki jöhetett, mert szerencsére meg tapasztaltunk azt, hogy azért egy 15-20 fős csapatok szoktak jelentkezni erre a versenyre. Ez még azt gondolom, hogy kezelhetően tudjuk ezt levezényelni egy ilyen versenyt. Hát az ország egész területéről, tehát most azt mondom, hogy Hajdúböszörménytől Kisvárda, Hódmezővásárhely, Dunakeszi, Lent-Szigetvár, Székesfehérvár, Budapest. Tehát valahol könnyebb sírtásni? Most nem tudom, hogy a talajviszonyok a borászatban is van olyan, hogy azért itt vulkanikus, mézköves a talaj, valahol iszapos. Tehát hogy lehet, hogy mit tudom én, egy esztergomi könnyebben ás, mint mondjuk egy villányi? Hát figyelj, ez természetes dolog, tehát a talajadottságok mindenhol más és más. Most azt csak így mondom, Debrecenben 2016-ban, amikor elindítottuk ezt a versenyt, ott egy könnyebb szerkezetű talaj volt, 50 perc alatt kiásták a versenyzők az adott méretet. Viszont voltunk Gyulán is, ahol 2 órán rendelkezésre, senki nem bírta az 1.60-at elérni, mert olyan kemény föld volt ott, hogy mindenki csak pillogott, hogy egyáltalán hogyan is fogjunk hozzá, és hogyan is tegyük a dolgunkat. Na, ilyenkor jött elő az, hogy tisztelték is egymást, a dolgozók kollégák találkoznak egymással, és azt mondják, hogy ti hogy tudtok így minden nap így dolgozni ilyen körülmények között. Hát gyerekek, nézzétek meg, ilyen szerszámunk van, ilyen lapátunk, ezzel meg ilyen bickó van, és akkor megesszük a szalonnát reggel, és akkor mondjuk. Na, és akkor ehhez képest milyen volt a tatai talaj? A tatai, ez egy nagyon változatos szerkezetű talaj volt. Ugye pont előtte szerencséjék volt a versenyzők, meg esett az eső, és a felső 20-30 centi az átázott, és az könnyen ki lehetett lapátolni. De utána jött a fekete leves, amikor találkoztak egy ilyen agyagos réteggel, körülbelül olyan 60-70 centitől 1-20-ig. Na, ott a csákányt el is elő kellett venni, mert mindenféle tudást, hogy hogyan, meg erőt. És amikor ezen a talajrétegen is átértek, akkor utána viszont egy könnyebb homokos úgy
úgymond levezetésnek, már az utolsó 40 centi az már lazán ment. Úgyhogy teljes erőt próbált ez az egész, mert könnyedén nekikeztek, és akkor utána volt egy kis feszültség, amikor a kötöttebb talajat elérték. De azt mondom, hogy minden csapat 2 órán belül kiásta, mert ugye ez a részidőnk, hogy 2 óra áll rendelkezésre. A leggyorsabbak pedig 1 óra 8 perc alatt társaságként. Na nézzük a szabályokat, meg ugye mi mérhető ebben? Tehát mik pontosan az 1:60-at említetted, meg a 2 órát, mik még a szabályok? Tehát 2 fontos pillére van, az egyik a méret, tehát ugye az, hogy 2 méter hosszú, 80 centi szélesnek kellett lenni, és 1:60 mélynek. Nyilván ezeket a szabályokat úgy hoztuk meg, hogy egyrészt az 1:60-as mélységet a törvény írja elő, a hossz meg a széleség az meg nyilván egy koporsó méretének, az átlagos koporsó méretének a mérete adja. Tehát ez az elsődleges legfőbb szempont, hogy megfelelő méretre legyen kiásva ez a sír. A második pedig az idő intervallum, tehát az, hogy milyen gyorsan. Itt ezen a versenyen most a 15 csapatból 11-nek sikerült a megfelelő méretet kiásni, és nyilván az a 11 helyezett között, aki leggyorsabban ássa ki, az nyerte meg a versenyt. Volt egy nagyon egyik csapat, szegény, nagyon sajnáltam őket, hiszen ők 1 óra 7 perc alatt ásták ki, tehát időben ők voltak a leggyorsabbak, de amikor jött a zsűrizés, jött a mérés, 158 centi volt a mélysége, a 160 helyett. Tehát tulajdonképpen, és ha láttátok volna azokat az arcokat, amik ők 1 órán keresztül vért verejtéket izzadva dolgoznak, nyomják, és belegondolnak, az a 2 centi, az mennyi, egy lapáttal lenyesünk az utolsó kis rész, főleg egy homokos talajba, de akkora volt már ott a stressz, mert azért látták egymás között, hogy a másik is mindjárt végez, mindjárt ők kockáztattak, hogy jó, szerintük készen, és akkor megvan, és akkor megnyerik, de sajnos nem lett meg. Aha, itt most a méretet mondtad meg, az időkorlátot, nyilván ki a leggyorsabb, de nem tudom, mit lehet még elrontani egy sírgödörön. Mik a gyakori hibák? Hát azért ők a legjobbak az országban. Igen, tehát tulajdonképpen ami még nagyon fontos az, hogy tehát a maga méret mellett az, hogy az oldalfalai a sírgödörnek ne legyen homorú, tehát egyenes legyen. Uh-huh. Mert ugye egy ilyen kardával mérjük le, ami egy négyzet alakú kis fa szerkezet, azt engedjük le. Na most nyilván, hogyha egy sírgödörnek van egy úgymondott hasa az oldalban, mert nem egyenesen van levágva, akkor már nyilván nem fog lemenni ez a kaloda. Tehát erre nagyon oda kell figyelni. Vagy például a sírgödörnek a sarkai. Tehát, hogyha egy picit ott bennhagynak a saroban, nincs egészen derékszögbe kiválva a föld, akkor ott is megakad ez a kaloda, és nem megy le, és onnantól kezdve akkor érvénytelen már ez az egész. Na, és akkor most hány gödör van ott tatán? Ugyanakkor illetve nem tudom, hogy mai nap hány temetés lesz, na, végzett félretéve, tehát tulajdonképpen a sírásó versenynek van egy második fordulója, úgymond, a hantolás rész. Tehát amikor kiássuk a sírokat, megvan, hogy ki a győztes, ki a második, így tovább, de ugye ott állt most is 15 sírgödör, de azért, hogy természetesen ne hagyjuk ott látványra az üres gödröket, a második forduló a hantolás. Ott pedig 15 perc áll rendelkezésre a versenyzőknek, hatalmas porfelhővel, képzeljétek, amikor 30 ember elkezd lapátolni egy száraz területet, mi van ott. Hát igen, milyen aszályos volt most tényleg. Igen, és 15 perc alatt meddig jutnak el? Van, aki 3/4-ig tudja visszatemetni, van, aki teljesen visszatemeti és hantot készít, van, aki már a hantot nem bírja elkészíteni, de nyilván ez a második fordulója a versenynek, és nyilván ezt egy külön díjjal díjazzuk azt is, hogy a hantolás milyen gyorsan és milyen meddig jutottak, és milyen szépen alakították ki. Apropó, mik a díjak egyébként? Az ásásra, majd a hantolásra is érdekel. Igen, tehát pénzjutalmak, kupa és egyéb ilyen kisebb ajándékok vannak. Nyilván az első helyzet a 100 000 forintot kapott, a második helyzet 60 000-et, a harmadik és a külön díjas kategóriát pedig 40 000-et kaptak csapatonként. Meg nyilván természetesen vannak ilyen kis tárgyi kis jutalmak, amit a különböző támogatók ajánlanak föl. Ami nem mondod, a temetkezésnek vannak támogatói? Mert? Hát, hogyne. Tehát nyilván például.
elsősorban temetkezési vállalkozások, akik nem tudnak csapatot indítani, aha, vagy nem akarnak, de úgy szeretnék hozzátenni magukat is ehhez a versenyhez, azok nyilván támogatják, és vannak olyan egyéb a szakmában más szakterület, gondolok itt kellékgyártókra, akik szívesen felajánlanak akár anyagi, akár olyan jutalmakat, ami a sírásoknak későbbiekben szükségük lehet rá. Hát ez óriási. A végén, Léci, mondd elő, ki volt a győztes idén. Egy kisvárdai Omega temetkezés nevezetű cég vitte el az első helyet. A második helyzet meg a Hajdúböszörményi Parakletosz Kft.-nek két csapata, az egyik a második, mert két csapata indultak, ők a másodikok, illetve a harmadikok lettek. Na, állapján nagy tapsot nekik. Igen? Igen, a külön díjat is megemlítenék, azt meg a Mammel Memento temetkezés Szigetvárról mit te. Szuper. Az ország legjobbjai. Hát az Omegások ugye az első. Igen. Így van. És így aztán, van. Ahogy említette. Hajdúböszörmény, Parakletosz a második, harmadik, igen. Na jó, hát szuper, nagyon-nagyon szépen köszönjük, és külön köszönöm azt, hogy egy ilyen vidámabb hangnemben tudtunk erről a témáról beszélni, picit féltünk tőle, bevallom, de nagyon jó volt beszélgetni. Jó, én köszönöm a lehetőséget. Köszönjük szépen. Szia, szép napot! Hello, sziasztok! Szia! Ő Varga József, a Magyar Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesületének elnöke. Na, mit szóltok? Gondoltad volna, milyen jó téma kerekedik ebből? Nem. Amikor elolvastam, én is tartottam tőle. Ugye, hogy volt benne olyan, nem? Nagyon jó. Meg nagyon most segítség. Ezeknek a cégeknek azért meglódul nyilván. Igen. Hát, most ott a legjobb sírások vannak azért. Abszolút, szerintem is, vagy legalábbis remélem. Na, most viszont ugye emlékeztek arra, hogy pár hete azt kértük tőletek, hogy miután mi is szeretnénk turnéra indulni, most szeptember végén, és ugye nagyon-nagyon-nagyon nagy öröm volt a tavaszi turnén, hogy mi személyesen meglátogattuk az adott városokban a legnagyobb rajongóinkat, egy VIP boxsal mentünk, időt töltöttünk együtt, tényleg ezt imádták, és olyannyira, hogy mi ezt meg szeretnénk ismételni, de ugye viszünk hozzátok nem csak ajándékot, hanem másnap az egész műsort. Azaz a kapszula stúdiónk az ott lesz, vagy a kertetekben, vagy a házatokban, hogy alkalmas erre. Most a kollégáink rengeteg címet kaptunk. Rengeteg címmel beszéltünk, rengeteg címet meglátogattunk személyesen, illetve hát a kollégák, és úgy fogjátok megtudni a turné helyszíneit, hogy mi felhívjuk nyilván meglepetésszerűen azt, aki majd a vendéglátónk lesz, akihez valójában megyünk adott városban, vagy kertvárosban, vagy város melletti településben, és akiket meglátogatunk, előző nap együtt bulizunk velük, és másnap meg onnan megy a műsor, nem ott alszunk, Nyugi. Igen. Tehát ez következik most. A hírek után felhívunk valakit valahol az országban, aki most fogja megtudni tőlünk, hogy nála lesz a bocskor egyik reggele, wow, a turné során. És megtudja a város egyébként, hogy hozzájuk megyünk. Pontosan, így van. És ez mindig úgy, tehát hogyha most a saját városodat hallod, illetve bárhonnan egyébként, hogyha hallod, mi úgy beszéltük meg, úgy beszéljük meg, hogy nyilván ti jöhettek oda, sőt, még szervezünk valamilyen buszjáratot is, hogyha ez picit kijjebb esik, akkor ott a városközpontból benneteket kihoznak. Tehát bárki mehet oda, nem csak a család. Így van. Az előző délután nem, de amikor reggel a műsor van, bárki jöhet, hozhatok magat, akartok grilleztek, ha akartok, nem tudom, bármi. Tehát, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen vendéglátás lesz, hogy ami drága hallgatónk, aki bennünket nagyon szeret, az benneteket is vendégül lát. Nem úgy, hogy mindenkit megetett, és a családi WC-t nem lehet használni. Tehát, ne, de adja! Mert hogy a város közepén vagyok, oda se lehet oda pisilni, tehát, hogy ez nem. De, jó, de ezeket ne kell már elmondani tényleg. Lesz házi rend, ez a lényeg. Lesz házi rend, így van. Na jó, nem sokára valakit felhívunk, aki tuti, hogy vendégül látja a Bocskor című műsort egy nagyváros közelében? Hát egy nagyvárosban. Van, ne idegesíts, Gyuri, azt a mindenit. 3-8 lesz 3 perc múlva. Egy pár SMS, és aztán egy telefon. Valakinek. Nem akármilyen. Sziasztok, a 31-es úton a puszta Szent Istváni lehajtónál egy furgon van az árokban, oldalra borulva, a forgalmat nem akadályozza, rendőr és torlódás van. Oké. Okay. Gyarmati Andrea, látod még tegnap írat? Gyarmati Andrea nagyon szerény és szimpatikus, nem kell mentegetőzni az arany miatt, minden magyar embernek ő, ami Gyarmati Anding. Én úgy érzem, hogy nem is mentegetőzött, csak elmesélt, hogy akkor mi volt az ő fejében.
akkor ez már Vályi Pista témájára jön, ez annyira nem. Azt mondja, dolgoztam Esztergomban virágosként temetkezésnél, fantasztikus emberek, életem legjobb időszaka volt, hogy velük dolgozhattam, és igen, megy a humor, folyamatosan jókedvűek, Andrea Esztergomból. Így van. Na, hát ez ilyet nem csináltunk még. Tehát turné szervezésben ez a fajta, ez még nem volt. És egyébként a tavaszi turné adta az ötletet, mert ott ugye különböző városokban voltunk, és a város legnagyobb rajongóját meglátogattuk. Olykor meglepetés is volt. Olykor volt, hogy nem is tudott róla a kiszemelt rajongó, viszont a család szervezte az egészet, és tényleg fantasztikus volt, hogy kiket ismertünk meg, hogy milyen családokat, és milyen szívesen láttak minket. Igen, és akkor vittük a VIP boxunkat, ez egy szép ilyen alumínium bőrönd volt, mindenféle jópofasággal, együtt kajáltunk, át a fél órára terveztük, de ott voltunk legalább két órát. Volt, hogy tényleg kellett az a busz, hogy hazavigyen bennünket, tehát ilyen is volt. De tényleg jó volt, imádtuk az egészet, és úgy gondoltuk, hogy na, akkor az őszi turnén most ezt egy picit megtetézzük, és nem csak meglátogatjuk azt a családot adott esetben, hanem ha már ott vagyunk, akkor reggel onnan megy az egész műsor, oda visszük a kapszula stúdiónkat, az egész technikát, a hostess lányokat, mindenkit, és annak a városnak a lakóit is oda invitáljuk. Na most nem ott alszunk, nyilván szállodában alszunk, tehát ott leszünk délután, majd reggel megyünk, de reggel onnan megy a műsor, gyakorlatilag egy ilyen utcabál és kerti parti kombinációját. Hát egy ilyen nyárzárást csinálunk gyakorlatilag. Igen. Körbe az országban. Egy csomóan írtatok, kaptunk tőletek címeket, fotókat, stb., és ami kollégáink elkezdtek az országban ugye felmérni a terepet, és most szépen egyenként minden nap felhívjuk azt a családot, akikhez megyünk. Az egyiket most. Mert ugye nem tudják, és senki nem kapott ígéretet nyilvánvalóan. Valaki írja, hogy jó reggelt fogadjunk, Debrecen felé lesz. Jó a műsor. Persze, Lukácséknál. Ott. Ő volt az első, aki jelentkezett. És aztán még négy napot. Na jó. Akkor mit mondasz? Ajánlom a haverom lakását helyszínnek. Egy szobás 37 négyzetméter, a 8. van, és felvonó nem jár. Nem kell annyi autogramot osztogatni. Nyugis lesz. Most jött. Sajnos már ki. Küldjél már lakcímet pontosat, jó? Na jó. Gyuri, akkor léci, hívjuk az első családot, akikhez tuti, hogy megyünk, szeptember végén a turnénk során. Valamelyik nap. Azt sem mondjuk el, hogy melyik nap. Így van. Így van. Gyuri tárcsázza. Igen. Igen. És Sipán Erika. Halló Erika, én a Bocsi vagyok a Bocskorból. Ez most komoly? Mhm. Szia, hogy vagy? Szia, sziasztok, jó reggelt! Itt van Laci, itt van Gyuri, meg minden. Hello! Erika drágám, mi a helyzet? Hogy vagy ma reggel? Mit csinálsz? Hát itt a munkahelyen vagyok, és dolgozom a szokásos reggeli tevékenység, és hallgattam a rádiót, és hát hallottam a felkonferálást, de most a hideg is kirázna, a szűr is áll a karomon. Ez most komolyan, ez jelenti? Hát Erika, hozzátok megyünk, bizony! Hát szuper! Szuper! Köszönöm szépen! Nagyon jó, nagyon jó, nagyon örülök! Mert várjál, mi volt a fejedben, amikor írtatok, hogy gyertek hozzánk? Azért azt is mondd el, hogy hol vagyunk, mert a többi hallgató nem tudja, hogy éppen hát hova telefonáltunk. Tehát hol lesz az egyik állomásunk? Miskolc, nagyon jó. Miskolcra jöttök, közel a belvároshoz, egy kertvárosi részre, és most a izgalomtól majd a... Nem tudsz, akkor már én kérdezek. Igen. Tehát nektek ott van egy családi házatok, család is van hozzá? Igen, van család is, férjem, lányom, anyukám, igen, így, négyesbe. Négyesbe adhatok. Oké, az üveg, vagy a mi kis kapszula stúdiónkat hol tudjuk elhelyezni? Ez inkább a kertben lenne, vagy a ház előtt az utcán? Hogy látod? Nem a házunkban is a kertünkben, mert ott nincs hely, viszont az utcánk elején van egy nagyon is szép parkos rész, egy kosárpályával befásítva, befüvesítve, és ott én oda gondoltam. Az milyen messze van a háztól? Egy olyan 200 méter. Úgyhogy nincs túl messze, nagyon szép. Igaz, hogy domtetőn van, és fel kell jönni, szóval aki gyalog jön, az azért fel kell kaptatnia, de szerintem egy... És ez milyen messze van a belvárostól, mondjuk Miskolc belvárosától? Miskolc belvárosától, a Városház tértől, ahol ugye van a polgármesteri hivatal, és onnan gyalogosan föl lehet menni egy olyan 20,
aki 20 perc alatt, aki lassabb, az maximum 25 perc alatt, mert ugye a parton fel kell jönni az Árok utcán. Körülbelül ennyi, ha a tűzoltóságtól jönnek, onnan meg negyed óra alatt simán felsétálják. És ez mind gyalog, de kocsival akkor pár perc alatt ott lehet lenni, hogyha egy busz szervezünk, akkor is ide-oda ingázva gyakorlatilag bárkit a miskolciak közül oda tud hozni. Így van, amúgy meg van tömegközlekedés, mert a 11-es busz az feljön, ott áll meg a pálya mellett közvetlenül egy 5 méterre. Aha. És miért ott a közösség? Tehát, hogy a szomszédok szerinted kijönnek, ők is élvezni fogják? Ebben biztos vagyok. A közösség nagyon jó, ott a pályán és mellette szoktunk minden karácsonykor, húsvétkor. Minden a kosárlabda pályán történik? Karácsony, húsvét, temetés. Így lehet mondani, közel. Az azért nincs, de például a héten volt megemlékezés, az egyik szomszédunk meghalt, és akkor a ház előtt ugye volt egy kis mécsességetés, és megemlékezés róla, de igen. Tehát egy ilyen összetartó közösség. Ez egy nagyon összetartó közösség. Van egy idős úr, Feri bácsi, aki mindenkinek írja a Facebookon a dolgokat, hogy milyen esemény lesz, mire várunk. Hát akkor ezt Feri bácsi írja meg, jó a közösségnek. Igen, jó, rendben. Na, Erika drágám, most nyilvánvalóan majd a többi hallgatót is megkérdezve, Miskolcon van-e például olyan zenekar, ami Miskolcon nagyon ismert, és mi itt az országban amúgy nem nagyon ismerjük, és ők megérdemelnék, hogy egy-két számot eljátszanak aznap reggel. Tudsz-e ilyenről? Ha nem baj, ha nem, mert akkor megkérdezzük a miskolciakat. Hát ezzel most megfogtál, mert így kapásból nem tudod, semmi baj. Hát de ott van az én úgy gondolom, hogy van. Hát igen, figyelj, ez tökéletes lenne, de én úgy gondolom, hogy kétszer annyian lennénk. Úgyhogy ez tökéletes, igen. Na jó van. Erika, ennyi, most többet nem tudunk beszélni, majd a részleteket akkor, de ti vagytok az első, jó? Akik, nem tudom, jó, hogy a túri sorrendjében az elsők lesztek-e, de ti vagytok az elsők, akiket felhívtunk, és biztos, hogy megyünk hozzátok előző nap délután egy ilyen kis baráti látogatásra, és aztán reggel meg onnan megy a műsor, oké? Okay? Majd nagy szeretettel várunk benneteket, rendben, nagyon örülök. Köszönjük szépen, szia, puszi! Oké, okay, köszönöm szépen, sziasztok! Hello. Miskolc, megvan. Miskolc. Jó, egyébként ez maradna, tehát hogy most SMS-ben nyugodtan írhatjátok, hogyha van egy több fiatal, akár egy gimis zenekar, tehát nem kell, hogy nagyon híres legyen, vagy Miskolcon, akik megérdemlik azt, hogy meghallgassa őket az ország, egy-két számot eljátszhatnának ott nálunk. Ezt mi nagyon-nagyon örömmel veszünk. És ennek adnánk, így van, platformot, úgymond. És miskolciak, hát akkor még gyalog sincs messze, de mondom, intézünk valamilyen közlekedést is oda. Ott a 11-es busz. Igen. Tudjuk a Miskolc dátumát, vagy még nem? Ezt nem mondtuk el Erikának. Szerintem ezt még nem találtuk ki, úgyhogy ezt együtt felépítjük majd, hogy legyen a túraútvonal. Ez attól is függ, hogy ugye kik lesznek a következő városok a következő napokban. Mm-hmm. Oké, okay, na jó van. Köszönjük szépen, és játszunk egy Hungary Machine. Bőven belefér. Jó? Abszolút. Dalszöveget megforgattuk, most már csak telefonálnotok kell nekünk. Hungary Machine. Igen, 8 lesz pontosan 5 perc múlva, valaki írja, hogy egy jó kis kerti parti a házunktól 200 méterre. Bevallom, ez engem is meglepett, majd itt meg kell kérdezni a kollégákat, hogy ők milyen helyszíni szemlén voltak. Ezen én is meglepődtem. Miskolci zenekarokat viszont ajánlanak. Bíbor Szél, akkor Ildi Rider. Őket is, aztán ha Miskolc, akkor Mohikán, Nagy Tibor a zenekar vezető, originál miskolci. De jó, ezekre ránézünk. Miskolci Illés emlékzenekar, ez a mi ez. Aha. jó dolgok. Ildi Rider-t más is. A Bíbor Szélt meg a Ildi Rider-t írják többen. Uh-huh. Ja. Jó. És egyébként meg még a turnéval kapcsolatban még vannak, tehát tudtok még jelentkezni, nem zártuk le ezt teljesen. Úgyhogy ha valaki még úgy érzi, akkor nem maradt le, nyugodjon meg. Lehet jelentkezni, írjatok címet, hogy menjünk hozzátok, és akkor ott tartjuk az adást a kerti part. Mert rengeteg van, de ugye mint tényleg próbálunk bizonyos szempontokat figyelembe venni. Volt például egy ideális helyszín, viszont hosszú földút vezetett oda. Mi gondoltuk arra, hogy ha itt esni fog meg minden, az tragédia. Tehát, hogy például ezért azt kizártuk. Igen, de én például nagyon örülnék, ha az én városom Kecskemét oda tenni magát, és jelentkezni. Kecskemét például, milyen egy jó ötlet, igen. Na jó, ezeket a zenekarokat nézzük, tehát itt most miskolci zenekarok közül valakit meg akarunk hívni erre. Jó, játszunk Andrással? Hello András, jó reggelt, szia! Szép jó reggelt, szia! Jó reggelt! András, kezdjük el szerintem, nézzük mi, ez az, aha. Mehet? Mehet, igen, hasonljon. Ma az álom nem jön a szemembe, mi kerülhetne a fejembe akkor? Csak te lehetsz, a jég megolvad veled, csak te vagy, amikor közeled.
Nem nehéz. Nem nehéz, de nem tudom még elsőre. Figyú, ez egy hárombetűs zenekar. A zenekart úgy is, hogy két tagúak. Igen. Tehát két fiú, és hát hogy is mondjam. Három betű a zenekar, igen, ezt elmondtam. Hát azt tudjuk, igen, az igen. Két fiú. Jó, akkor három betű, két fiú, ez így megvan, igen, jó. Igen. Esetleg még egyszer szabad legyen? Persze, legyen. Köszönöm szépen. Ha az álom nem jön a szemembe, mi kerülhetne a fejembe akkor? Csak te lehetsz, a jég megolvad veled, csak te vagy, amikor közeled. És annak az egyik fiúnak van egy kicsi gáztenyéje is? Van neki, igen. Van neki. Van neki. Át akkor ő talán TNT-k lesznek? Ma nem jön álom a szememre, mi juthatna ilyenkor az eszembe? Csak te lehetsz az, lehet olvad a jég, csak te vagy az, aki ha közelem lép. Csak te lehetsz az, hogy olvad a jég. Hát ez szerelmes dal, ez erről szól, nem? Hát akkor van értelme, olvad a jég. Hát hallgassátok meg! Az a szerelem. Ma nem jön álom a szememre, figyelj! Csak te lehetsz az, lehet olvad a gyík. Kiskegy. Csak te lehetsz az, úgy olvad a gyík. Úgy értem, hogy az egész szám, jó, rendben. Ugye, András? Eddig nem tudtam, hogy miről énekel, miről dalolnak. Most így tiszta minden, jó. A gyíkról, ennyi. A gyíkról, a jégről, meg ilyesmikről. Jó, rendben. Te lehetsz az, úgy olvad a gyík. Ezt én is egyszer elmondom egy nőnek, kíváncsiak, hogy szóval. Óriási sikered lesz. András, lesz egy bocsizacsit benne, egy baseball sapka és egy bögre, oké? Okay? Nagyon szépen köszönöm nektek, további szép napot kívánok. Neked is, hívunk majd a napokban, jó? Köszi. Köszi, minden jót, sziasztok. Szia. Hello, hello. Úgy beléd szerettem, elolvadt a gyík. Hát ezt ne kell jegyeznem, ilyen, ez jó. Bíbor szél, Ildi Rider, ez a kettő, amit nagyon tolnak. Mohikán. Jó, oké, jövünk vissza mindjárt, és egy érdekes cikket talált a Laci, méghozzá az ételfüggőségről, és most ezt úgy értsd, hogy a Michigani Egyetem felsorolt egy csomó olyan ételt, amely automatikusan olyan függőséget vált ki, mint például az alkoholfüggőség vagy a drogfüggőség. És ez ugye az agyban dopamin termel, a dopamintől úgy érzed, hogy baromi jól vagy, meg minden, de hogy mitől függ az, hogy te függsz egy ételtől? Mindenkinek más? Mindenkinek más, nyilván egy csomó dolog lehet, íz, áll, bármi, amitől szeretsz valamit, és az, amikor nem tudod abba hagyni. Igen, tehát elvileg nem azért eszed, hogy jól lakjál, mert éppen éhes vagy, hanem azért eszed, mert eteti magát. Egyszerűen tolod magadban, pedig már rég vége van, nem vagy éhes, jól laktál, tele vagy, szétpukkansz, és tolod, és tolod, és tolod. És gondolom, hogy mindenkinek van ilyen. Mindenkinek van ilyen, biztos vagyok benne. 8 óra és 13 perc van most is. Jó reggelt, persze. Laci, hello. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt, Gyuri. Jó reggelt, sziasztok. Szia, Anett, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Na, nézzük itt, sziasztok, üzenik nekünk, szívből gratulálok az első bocskor párnak, és kicsit irigykedek, és bevallom, ez neked köszönhető, Gábor, üzeni a szlovák lány. Egyébként még Tiszántúlon intenzívebben szeretnénk, hogyha tennétek fel ajánlásokat, hogy vendégül látnátok bennünket, ilyen családi ház, stb. Közel egy nagyobb városhoz. Azért dobtad be te is Kecskemét, ugye? Én is a Kecskeméten, én nagyon örülnék, ha mennénk oda. Igen, igen, igen. De bármilyen javaslat van, lakcímmel, tehát utcaházszámmal küldjétek el, mi megnézzük, és akkor, hogyha olyan, akkor már jelentkezünk is nálatok. Igen, jó? SMS-ben vagy nyugodtan a Facebook oldalunkra is. Így van. Rengeteg van, csak mindig volt egy kis bibi, ami miatt ez nem. Viszont a miskolci zenekarokat illetően, most nézem az SMS-eket, hogy mik jönnek, hát 90%-ban Bíbor szél. Aha. És Ildi Rider is versenyben. A versenyben és Mohikán. Aha. Igen. Aztán lehet, hogy nincs is kedvük, és akkor marad a... akkor viszünk mi Pestről. Akkor viszünk az Eddát, nem? Szóval belehallgatunk, ugye? Majd egy apró mini részletet mi is meghallgatunk, és akkor valamelyikükkel felveszük a kapcsolatot. Így van. Uh-huh. Nincs gázsi fiúk. De jó, hogy nem nekem kell majd felvezetni a telefon. Na, egy picit beszéljünk az ételfüggőségről, és ez egy olyan dolog, amire szerintem rengetegen azt mondják, hogy én nem.
Én csak eszem normálisan, de függőség az nincs. Jó, néha egy nasi, de nem. Ja, az... És amikor belegondoltunk ebbe a témába, majd mindjárt elmondom a tudományos magyarázatát, amikor belegondoltunk ebbe a témába, akkor mindenki rájött arra, hogy van olyan étel, amit egyszerűen nem bírsz abba hagyni, akkor is eszed, ha nem vagy éhes, tolod magadba, és drogszerűen ragaszkodsz hozzá. Hát megvan az agyadnak az okos része, aki azt mondja, hogy micsoda, jól vagyok én már lakva, nem bírok én már többet enni, tele vagyok, de akkor is, de olyan jó az íze, nem bírom abba hagyni, és az egész csomaggal, vagy az egész dobozzal meg kell lenni. Igen, azt mondják, hogy ezek az ételek, amelyek függőséget okoznak, az agyban dopamin szabadítanak fel. Ki szereti a dopamint? Én. Na jó, nem is tudjuk, hogy van bennünk dopamin, de az az, ami örömöt ad. Mikor kapsz te dopamin, Gyuri, az élettől? Hát a bulizom. Például. Anett, te már csak a kajától, nem? Hogy ne. Kényszeres, ezért vagyok kényszeres evő. Nem vagy kényszeres evő, de tudjátok, milyen az, amikor ez a fajta ilyen jó közérzet hirtelen eluralkodik, igen. Nem? Mert akkor jó kedve lesz alapból. Igen, és egyébként meg is vannak egyébként nekem a helyek a lakásban, ahol tehát tévénézés közben én rendszeresen. Ahol dopaminozol. Igen. Különböző tehát... sarkok, és árad a dopamin, de beülsz, és ott van. Igen, és akkor úgy nasizok. Vagy ja, hogy nasizol, igen. Na jó. A lényeg az, hogy ugye gyakorlatilag az agy úgy gondolja, amikor ezeket a kajákat esszük, hogy meg vagyunk jutalmazva, és ezt ilyen megelégedettséggel teríti szét a testedben, és akkor aj, de jó, meg vagyok jutalmazva. Boldog vagyok, mindent elértem az életben, hiszen megettem ezt az egész tábla csokit. Igen, nagyjából ugyanez a folyamat működik a drogfüggőknél. Csak mondom, csak jelzem is. Ezért érdekes, és talán veszélyes is az, hogyha bizonyos ételekkel kapcsolatban kialakul egy függőség. Na, akkor azt nézzük meg, hogy például Lacika, te ugye te kimondottan ebben szenvedsz. Milyen volt reggeli 4 szendvicsről átállni 2-re? Lesújtó. De megtanultam tőled valamit. Igen, mit tanultál? Meséld el hallgatókat. Azt mondtam meg, hogy egyél, de ne várd meg azt, amíg jól laksz. Uh-huh. És akkor ugye ezt megszabtuk mondjuk 2 szendvicsnél, igen. Csak utána van egy ilyen 8 perces kis várakozás, amikor mindenki azt mondja, hogy de jó, hogy nem ettem. Mert azt mondják, hogy a jól lakottsági érzés az utolsó falat után, vagy amikor már bekövetkezne, hogy jól laktál, onnantól 8 perc múlva jelentkezik. De viszont azt a 8 percet te még arra használtad, hogy halmoztad a párizsikat. Még 3 szendvics. Hány párizsit teszel egy szendvicsre? Amennyi ráfér. 10-12 centi vastagságig simán jó. Ne, hát ameddig nem szól a bocsi. És mi a célunk? Hogy megmutasd a popódat a szomszéd irodának, ugye? Az ablakon keresztül. Ez igen, a célunk, hogy ezt elérjük, hogy annyira esztétikus legyen. Igen. De addig kell fogynom. Uh-huh. Bár én mondtam neked, hogy nem biztos, hogy a fogyott popó a jó popó. Jó, de az fér ki a kis ablakon, szóval nincs más. Viszont ott szemben most behúzták a függönyt. Szóval, de értétek, hogy miről beszélünk, tehát a Lacika is elmondta, ugye pakolja a párizsit, benyomott akkor 4-et, plusz 3 tojás, ez a mi kis reggelink is, ez mind gyakorlatilag 12 perc alatt, hogy igen, ez egyfajta függőség, egyszerűen a szád, vagy a nem tudom, a dopamin csatornád, vagy valami, tehát kívánja azt, hogy még tolj be. Abból a kajából, amit annyira szeretsz. Én nekem abszolút, amikor súly problémám van, akkor nekem az abból van, hogy én tudom, hogy ez elég, de olyan jó az íze, miért is hagyjam abba? Mi beszél le engem arról, hogy folytassam? Folytatom. Amíg van otthon, addig, ha valami, például a magyaros csoki nálam. Magyaros csoki. A magyaros csoki, hát figyelj. Az most már az a baj, hogy a kicsi tábla, a 10 dekás, az már kicsi. Meg kell vennem a nagyot. Családi táblát, betolsz egy olyat? Hát Gyuribe. Hát képzeld el, amiben egész magyaró van, gondolj bele. Én látom, én is. Ugye egy sorban van 4 kocka. Azt letöröm, uh-huh. Azt félbetöröm. Igen. 2 kockát kapok be. Egyszerre. És nem rágom el, elkezdem szopogatni. Imádom, ahogy körben a számat, az a csokoládé bevonat, az a ragacsos, vastag bevonat beteríti, és akkor a végén ott van a roppanós magyaró. Csodálatos. És akkor ott a következő, hiszen letörtem, hát akkor azt már megeszem, ha letörtem. Igen, és akkor már csak egy harmad van a csokiból, hát ezt most nem csomagolom vissza, hanem vissza. Elmondom, hogy mik azok egyébként, a dietetikusok összeállították, hogy mik a legaddiktívabb ételek, tehát amitől a legjobban lehet függeni. Uh-huh. Függeni. Pizza, hasábburgonya, sajtburger, rántott csirke, ez egy teljesen más skála, mint amit eddig gondoltunk. És igaz. Steak. Aha. Igen. Csoki, sütemény, fagylalt, oké. Chips, gumicukor, vajas, pattogatott kukorica.
se lehet a baj. Nyilván a cukros üdítőitalok, sajt, bacon, kalács és gabonapehely. Gabonapehelyet nem értem, de például a kalács is. Tehát az is az... Ah, igen. Nem vagy éhes, de hát ott van az... Ah, és ez letépe. Vajas, kalács, minden. Jó, nagyon jó. Igen. Na jó, ki melyiket szereti ezek közül? Te ott voltál a kis csokiddal, Gyuri? Hát a pizza. Pizza. Meg a rántott csirke. Ez mind rántott kettő. Csirke. Igen, jó. És a, sajnos a pizzán abban a pillanatban, hogy eszembe jutott, és kimondtad, ahogy nyúlik rajta a saj, tudod, ahogy egy buli után hajnalban. Na meséld el, ott van egy pizza, a csücske, az néz a szád felé, és igen, kézben tartod? Igen, a csücske néz a szám felé. Milyen pizza ez, drága Gyuri? Ez sajtos sonkás. Csak is kizárólag. Oké, okay. Elindítod, és bekapod az első falatot. Meséld el most, mit érzel. Ahogy tudod, amikor még jó forró, és így még lefittyed, és vélsz, hogy lecsúszik róla a sajt, igen. Tudod, azért csak bekapod, és így nyúlik a sajt, és itt szinte felrobban a szádban az íz. Uh-huh. És a sajt adja meg az igazát. Tehát a sajt nélkül az egész semmit nem érne. A sajt adja meg az igazát. Azt, hogy ezt most tettél valamit. Sajtban az igazság. Oké, okay. És akkor betolod, megeszed a szélét? Persze. A széle is, oké. Okay. Milyen textúrákat érzel közben? Ó, hogy ropog a széle, az zseniális. Meg amikor az a paradicsom szósz, ilyen tényleg paradicsomból van. Szaftos paradicsom, igen. Jó. És nem baj, hogy csöpög a kezeden. Ez egy 8 szeletes pizza, egyet megettél. Mi késztett arra, hogy megegyél még egyet? A további vágy. Újra ez az élmény? Ezt megeszem mind. Tényleg, benyomom az egészet. Simán. És benyomod az egészet, minden gond nélkül. Ti is megesztek egy egész pizzát, ha leültök. Meg, abszolút, abszolút. Persze. Neked? És nem kívánod, tehát érzem, hogy már ekkora vagyok tőle, de akkor is betolom az utolsót, mert még úgy jó, ha meleg. Meg kell lenni. Igen. Neked mi a kattanás? Amit nem bírsz abba hagyni. Hát nekem újabban a pisztácia. Tehát egyszerűen pisztáciát nem lehet fél zacskóval visszatenni a fiókba, vagy a polcra. Hát. Nem megy. Pisztácia, ugye a gazdagok magyarója. Igen. Most csak, hogy mindenki értse. A szegények is tudják, mi az. Akkor mesélj róla nekünk, bocsi. És nem is vágyom olyan pisztáciára, amely meg van hámozva vagy fosztva a héjától. Komolyan. Képzeld el, minden pisztácia kinyílik, mint egy kagyló például félig, vagy, uh-huh. vagy épp hogy. És akkor azt kipattintod, az már, ahogy a lányom mondaná, satisfying. Uh-huh. Az már egy jó érzés, hogy kipattintod, és utána beleejted, mert beleesik az a pörkölt sós pisztácia a szádba, és aztán megkeresed a fogsorodnak azt a részét, ahol te elkattintod őt. Amit nem féltesz. Nem féltesz. Nem, mindegy. Nem mindegy, hogy hol van. Hát mert hogy a nyelvhez, hol ér először? Pontosan, és aztán szétárad, ugye a pisztácia morzsák ott vannak a szádban, és szétárad az a pörkölt aroma, azzal a sóssággal, és ezzel a mediterrán... Igen. Mediterrán csókkal. Nem tudom másképp kifejezni. Zöld csók. Zöld mediterrán csók a számban. Én nem a kipattintós pisztáciára esküszöm egyébként, mert vannak ezek a pucoltak, a sósak. De azt mondom, az nekem nem. Nekem meg igen, mert azt így lehet marokban. De azt befalod. Szemenként kell a pisztáciát. És nincs is. Ott van az ölemben egy tányér, abban kerül a héja, az acskóból szedem ki, meg van az egész mozgásrendszerem hozzá. Uh-huh. És mindig gondolok egyet, minden 15. pisztácia után, jó, most már visszateszem. Ah. És nem tudom visszatenni. Csak még egyet, és ebben lesz még 15. Igen. Igen. És akkor jön az, hogy most már úgyis kevés van az acskó alján, az már úgyse érdemes. Én így vagyok a Nutellával. Tehát nem hiszitek el, de oké, előveszem, mitől én vacsorok, de nagyon lelkiismeret fújdalásom van, de egyet, vagy kettőt, tudod, amikor belemártod a kanalat, és amikor már érzed, hogy vissza kéne tenni, akkor már egyre nagyobbat mártasz belőle, tudod, nem tudom, hogy vissza kell tenni, és tényleg úgy teszem vissza, hogy kinyitom a polcot, és még egy utolsót, mielőtt rácsavarom a tetejét, és visszarakom a polcra, még betolok egy utolsót, és úgy csokom be a szekrényt. Hogy még a szádba legyen a Nutella, amíg elzárod őt a börtönébe. Visszacsukom a démont, igen. Hú, de mennyire érzem ezt. És mit lehet ezzel tenni? Neked van ilyen, Anett? Nekem egyébként? Nagyon sok. Melyik van. Az? Én a pattogatott kukoricát is imádom, ugye ez a vajas pattogatott kukorica, meg képzeljétek el ezeket az apró cukrokat. És most már leállítottam magam, mert egy időben a táskáimban mindig tettem egy-két marokkal. És képzeljétek el... De milyen apró, savanyú cukor, nem, vagy töltött? Édes, vagy... töltött, ilyen édes cukorkák, és akkor az volt, hogy kerestem vezetés közben, amikor elfogyott, és úgy éreztem, hogy na még hát a valamelyik táskámnak az aljába találok, mert annyira rá voltam kattamva egy időben. És ott a kulcscsomókkal, meg mindennel keveredik a cukor, és te benyolsz és megeszed? Nem, hát ezek nyilván csomagolva vannak. Ja, egyenként? Persze, egyenként csomagolva, és akkor utána kibontod, de úgy rá lehet kattanni. Mit érzel,
amikor a pattogatott kukorica, az a vajas, az bekerül a szádba. Ugye az egy nagyobb volumen, amit beteszi az ember, és nagyon gyorsan ugye kicsivé válik, ugye ez a... Imádom a vajas íze, a vajas ízét, meg a sós, és egyébként abszolút, amit mondtatok is, hogy mondogsággal tölt el, tehát tényleg ilyen telítettség. De ugye ennek van például hangja is, tehát ahogy az agy vagy a koponya rezonál a te mogyoródra, az én pisztáciámra, a te csattogós pizzavégedre. Igen, csattog. Ez a jó, igen. Ezt a szót kerestem. Ahogy csattan a sajt vége az orromhoz, mikor bekapom. Igen. Azaz. De az is nagyon érdekes, hogy mindannyian hagyjuk a szánkban. Én is például a pattogatott kukoricát is hagyom, hogy így éreznem egy picit, hogy olvad, hogy leolvad róla a vaj. Aha. Meg a só. Meg a só, igen. Jó. Hát gyerekek, erre mind azt mondják, hogy ez nagyon-nagyon nem kéne. Próbáltatok-e alternatívát? Ugye mit szoktak a dietetikusok ilyenkor mondani? Zöldség, chipset, egyél, ilyen asszalt zöldséget. Tehát például egy kanál nutellát ki lehet-e nálad váltani egy asszalt sárga barackkal? Ha belemártam nutellába, akkor... Sértő a kérdés. Igen, egy padogatott kukoricát, egy szárított cékla chipszel ki lehet-e váltani nálad? Nem. Én próbálkoztam, de sajnos vissza kellett térnem. Az igen, az mindenki megpróbálja. Igen. És ezek, amit ajánlanak, ez a mártogatós uborkát, meg... Á, hagyjuk nem. Már. De világhülyeség. Ez finom, de finom amúgy, de... Finom, de nem okoz. De nem okozza ezt, amik ezek okoznak. Igen, utána előveszem a nutellát, ugyanúgy. Igen. Igen. Répával soha nem éred el azt, amit nutellával. Ez így van. Szerintetek ezekben a kajákban ezek maguktól ilyenek, vagy szerinted az élelmiszeriparra kell bele ilyen fügéltőlem szélőt? Hát nem. Én erre azt szoktam mondani, amikor valami ilyet érzek, hogy ez annyira finom, hogy ez laboratóriumban készült. Tehát ez nem lehet, gondolod? Hogy ez természetes legyen, persze. Mm. Tehát ennek semmi köze ezeknek általában. Ami ilyen ízrobbanást okoz, szerintem. Tehát szerintem... azt gondolod, hogy a Nutella az nem brazil kakaóból, német mogyoróból és miből készül, szépen gondosan elkeverve egy ilyen sapkás évbácsi által, hanem hogy ott a labor hozzáteszi a magáét. Én nem hiszem, hogy ebből készül, csak aztán valahogy egy petri csészébe keveredik, és aztán így kémikusok szórakoznak vele, addig, amíg én függő nem leszek. Szerintem inkább ez. Figyelnek a szemközti házból, hogy mi történik. Én szerintem nem rá, biztos, hogy szabályozva, hogy mit lehet belerakni, függjél tőlem szert, biztos nem lehet belerakni. Miért? Ezek a tudósok nagyon okosak, és szerintem cukorból meg zsírból kikeverik a függjél tőlemet. Szerintem az ami örömet szerez, az édes íz, a zsírnak az a... Nem, ez biztos, hogy ebből van. Szerintem. Nincs benne szérum, akkor magyarázd már, hogy chipszes zacskót még félig tele nem tett el senki. Mert jó, az íz. Hát eleve félig tele veszed, de ez egy más kérdés. Az igaz. Igen. Mi ennek az oka? Hát az, ha valami jót érzel, amit beszéltünk, hogy ez a dopamin dolog, hogy érzed, hogy de jó, ez a fél zacskó. Szerintem a fűszer, ha belegondoltok. A fűszer? Tehát a maga az ízesítés az, mert ugye a fűszer az egészséges. Igen. Tud lenni. Paprika, bors, fokhagyma, por, nem tudom mi az, tehát azzal nincsen baj. Igen, amikor ennyire intenzív, akkor egyszerűen azt kéred, hogy még. Hát most a te pisztáciád, ez nem petri csészében készül, de mégsem tudsz lekattani. És nyilván a fűszerek miatt, igen, az íz miatt. Nincs benne fűszer, elvileg só. Csak só van só. Benne. Hát pont elég az. Meg a pörkölés. Igen. Meg a pörkölés az ad. Van-e olyan, volt-e olyan, hogy egyszerűen, mit tudom én, addig kattogtatok valamin, ami nem volt otthon, hogy elindultatok érte? Na-na. Mi van? Éjjel tényleg? Is. Igen. Éjjel-nappaliban. És ha az ember italozik, igen, is, de mennyi mindenért meg tud indulni a közértbe, jaj. Ó, nagyon. Hát én az italozós estéimen megcsinálom otthon először a kört. Tehát megnézem, hogy a lányom csokis kosarában mi az, ami... Bizony. Ami kilopható. Ezt a nyuszit már úgy cselszi meg. Meg annyi kinder tojást raktam össze. Azt ott hagytad, én? Azt ott hagytam a kis sárgát, igen, azzal már nem foglalkoztam. És aztán elindulok le, ahol ugye kellene, hogy legyen a pisztácia, vagy olykor betolok a mikróba egy pattogatott kukoricát, uh-huh, hogy hadd pukkanjon. Nálam ilyen van, sőt, még olyan is van, hogy például nem nagyon szeretem a tészta ételeket, és egyszerűen, de ez a másnaposságkor, hogy egy ilyen paradicsomos, csilis tésztát csinálok valamivel. De még az is lehet, hogy nem rakok bele semmit. A csípős szerintem amúgy is addiktív. Tehát az megint olyan, hogyha valami nem is ízlik, de csípős, akkor azt addig eszem, még el nem fogy. Lacika, most, hogy hallottad ezt a tudományos értekezésünket, elijesztett a tudomány téged? Tehát, hogy... Én rohadt éhes lettem.
Akkor ez a műsor nem volt hatásos. Elnézést kérünk mindenkiért ezért a negyed óráért. És jó étvágyat. És jó étvágyat, viszont ti is gondolom el tudjátok nekünk mondani, nagyon kíváncsiak vagyok arra, hogy melyik ételtől függsz annyira, hogy bármikor, bárhová hajlandó vagy érte elmenni, és nem maradhat ki szinte egy napodból sem, ami tényleg függőség. Tehát nem azért eszed, mert éhes vagy éppen. Hanem mert imádod, és nem bírod abba hagyni, és hogyha nincs otthon, akkor mindent fölkutatsz, megőrülsz, hogy nincs észre, elindulsz. És elindulsz. 0-20-22-22-122. Hát azt hiszem, hogy egy valamit sikerült elérnünk és kiváltanunk, a nyálcsorgást így országosan. Igen. Amúgy 3903 perc a gyerekek, amiket itt írnak, hát eleve, bocsi, szinte libabőrös leszek, ahogyan elmondtad a pisztácia evést. Én pontosan így vagyok vele, a másik szenvedélyem a Haribo. Egy 53 kg-os csajszi. Igen, egyébként mind a kettőre jött a Facebookon is, István írja például, hogy van az a helyzet, amikor a pisztácia zacskóban ott maradtak azok a szemek, amik nem nyíltak ki. Mi mindig ott maradnak. És egy kombinált fogóval ő azért rámegy. Nem, mert muszáj. Olyan is van, én azokat hagyom. Van egy olyan, ami kiesett a héjából, és akkor alján van már kvázi a meghámozott. Az a jutalom a végén, igen. Hi, fiúk és persze lányok, a kitelepülés ezen formáját, ami zseniális, védessétek le, mert majd ezt is magukénak tulajdonítják az emeleti csapat. Jó, hát ezt már megszoktuk. Sziasztok, a krumplipürét, a sajtos tésztát és a pattogatott kukoricát rosszul létig tudom enni. Aha. Jó is. Drágáim, itt nálunk kerembozsál a legtöbb kágyilló. Legfinomabb mácsik, és igen, olvad a gyík is. Remélem, még vonzóbbá tettem az egyik turnéhelyszínt, reménykedek, Andi Bandi. Csak nem érted meg, hogy melyik az Andi Bandi. Saját termelésű és saját pirítású szotyi. Oh. És a szotyi is olyan, nem Lacika? Te nagy szotyi is vagy. Sokkal jobban, mint te pisztáciás. Jobban vagy az? Abszolút. Nagyon durva mennyiséget tudok megenni egy filmon. Igen, az nincs meg a technikám, az a baj. Nekem viszont ahhoz van. Tanítsátok egymást, ha? Jó reggelt. Kéz nélkül is. Igen, tudom, hát ez zseniális, én ezt nem tudom. Jó reggelt, pupákok, én Carolina Reaperből főzött szósznak vagyok a rabja. Egyszerűen az íze, az állaga, a jótékony hatása komoly függőséget okozott, amit a biológiai hatása is alátámaszt. Mindehhez eszem nagyobb mennyiségben, mindig várom, hogy reggeli, ebéd, vacsora legyen már, hogy fogyaszthassam a csilit. Üdv, Carolina Reaper. Hát az a helyzet, hogy én is olykor. Tehát, hogy ilyen hullámokban jön rám, minden nap, majdnem minden nap eszem valami csiliset, de valamikor egyszerűen tényleg úgy vágyom rá, hogy meg kell mindent öntenem csilivel. És ez a fajta az a csípőség, az kivált valami olyasmit a szervezetben, ami szintén boldogságot okoz. És endorfin termelés, igen. De a kapszaicin, ugye, ami van a csípősben, meg a csiliben, az endorfin termelő. Igen. Jön itt a meghívásod, Szexárd egyébként, például, nagyon jó, nagyon Kecskemét. Jó. Hi guys, igen, szotyola és gumicukor függőségem tárgya, rendesen elvonási tüneteim vannak, ha nem tudok egy napig hozzájutni, ja, és a kakaó, szép reggelt nektek. Uh-huh. Igen, a gumicukrot azt írja Judit is a Facebookon, azt mondja, hogy ő megveszi, és már a pénztár után már kifelé a kocsihoz bontja. És azt mondja, hogy nagy zacskóból a felét a kocsiig megeszi. Igen. Annyira kell neki. Ismeritek azt a gumicukrot, ami igen savanyú és ilyen kristálycukros a bevonat? Igen. Igen. Sajnos. És egy küzdelem megenni, de akarod a következőt. És akarod a következőt, pontosan. Laci mogyoros csoki leszopogatása... Na, még egyszer. Laci mogyoros csoki leszopogatása után most megyek, elkapom az asszonyt. Ok vagytok, Ücsi Gyuri. Oké. Okay. Vigyázz majd a mogyoró roppantással. Sziasztok! 3 darab rántott nyúl. Nem 3 comb vagy gerinc, hanem 3 nyúl. 1 kiló paradicsom salival, üzeni Tomi. Hát, hello Tomi. Ügy. Nem lehetsz kicsi. Nem. Rántott nyúl. Skip. Megyek pisztáciát venni, üzeni Zolika. Igen, az a baj, a pisztácia drága. Igen, hát... Ja, még a szotyival jobban járom. Napi 1 camembert kör. Fele reggel, fele délután. Nem élet az élet nélküle. Ó, ez amikor átvered magad, hogy én csak a felét ettem meg reggel. Hát eddig utána a másik felé. Hát ez az. Na jó, Miskolcra megyünk, ez már biztos, és ugye minden helyszínnél majd szeretnénk egy helyi zenekart meghívni, akik ott nagyon népszerűek, ott nagyon ismerik, és itt 3 zenekart említettetek SMS-ben leggyakrabban. Az egyik a Bíbor Szél, a másik az Ildi Rider, és a harmadik a Mohikán, ugye Miskolcra vonatkozóan. Szerintem hallgassunk egyszerűen bele. Ugye nem ismerjük, nézzük meg, ez a Bíbor Szél, figyeljetek. Kapjuk lábától a sajóig ér, amit itt kaptál, mindig benned él, mindegy, bárhol is folytatod.
neked Miskolc mindig az otthonod. Változnak időt és évszakok, de ez a hely, ami örökké várni fog. Nem csak egy város, utcák és emberek, ez Miskolc, a várad az életed. Hé! Nagyon itt jó. Mindenki Lokálpott összenézett. Jó. Ez jó. És Miskolc a dal címeit. Bizony. Na jó, akkor az Ildi Rider-t nézzük. Ez az élet. Ez az élet, remeg a térdet, nyisd ki a szíved, vedd el, ami át, te sem érted. Ez a lényeg, a távol már is, oly közel van már. Ez az élet, remeg a térdet, nyisd ki a szíved, vedd el, ami át, te sem érted. Ez a lényeg, miért oly csodás. Gyerekek, ők is nagyon jók. Nem lehet mind a kettő? Na, nem tudom még, majd meglátjuk ezt. Azt sem tudom, hogy döntjük el. Ez most egy ilyen gondolat egyelőre. Tehát ők voltak az Ildi Rider, és nagyon bírom, hogy saját dalaik vannak. Tehát, hogy... Ja. Hát igen. Na, még egy, a Mohikán, és ez a Valaki című számból. Ha valaki hallaná a dalt, és akarná, amit a dal akart. Ha valaki álomból ébredve, engem is felébresztene. Ha valaki ugyanazt akarná, baj, hogy bajban vagyunk. Igen. Nagyon. Ezek is jók. Értünk egy jó együttes, és Miskolcnak egyből három van. Igen, sehol nincs egy jó zenekar, erre Miskolc itt már hármat itt betolnak. Kész. Halló. Húha, most akkor gondolkoznunk kell. Hát ez nem könnyű. Hát úgy is segítenek a hallgatók is, nem? Valamit biztos. Úgy is segítenek a hallgatók, vagy mind a hármukat meg kéne hívni, de most a szegények most jöjjenek egy darra, tehát hogy... Hát ez így nagyon nehéz. Ez így nagyon a Bíbor szél meghallgat egy Ildi Rider számot, vagy hát igen. Ezt eldöntjük, de hogy? Jó, egyről még nem tudjuk, mind a három baromi jó. De erre nem számítottunk. Nem. Azt hittük, hogy lesz egy jó, meg a többi tök szar, de nem. Reméljük, hogy, bár nem tudom, hogy megyünk-e oda, de hogy például a Szexárdon akkor lesznek szar zenekarok, nem tudom. De ezek jók, ezek jók. Viszünk egy Miskolc. Ezt nézzétek, Szexárdian. Na jó, rendben van. De az is lehet, hogy mitől fejlik az Ildi Rider-t, és Ildi azt mondja nekünk, fű, hagyjál már békén, hülye, bocskor, bunkó, izé, nem érdekel. Tehát lehet, hogy ezt mondja Ildi. Jó is, hogy van három, igen, mert ennek van esélye. Igen, van esélye, hogy elküldenek a francba benneket. Hát legalább szeret téged. Hát az egyik szeret bennünket. Na, hangcsapda következik, és Laci nagy örömére ezt a hangot szeretném bejátszani nektek. Megsékezd fel a szerenőt, brátinál, csak én ezt tudod, nem megyek. Fermadunnyi, osz, tej, pérösöt meg az átszék, a baj ki, amire alakulom, tudom, átökre, meg kis... És nem Gáspár Laci, nem az. Nagyon szeretem. Hát ő itt figurába beszél, de szerintem aki ismeri... Na most ne segítsél többet. Na ennyit, hadd segítsek, ennyit szoktunk. Hát de így már... Jó, oké. Okay. Jó, oké. Okay. Hát, telefonáljatok. 0620-22-22-122. Ez olyan, mint a hangcsapda. 9 óra lesz 7 perc múlva, itt valaki üzeni, hogy srácok, szavaztassátok meg, Bíbor szél, akkor sokan írták csak, hogy Ildi Rider. Nem tudom, hogy az a legjobb megoldás, mert aztán itt valakinek van egy lelkes rajongója, aki lenyom 70 SMS-t. Igen. De végig gondoljuk. Végig gondoljuk. Nem tudom még. Lehet, most kell a stratégia, igen. Kell a stratégia erre. Így van. Jó, üzenik még az anyát, folyik a nyála, mint egy masztifnak. Hogy lehet így melózni? Azért köszöni a gasztró utazást a fal, doktor. Igen. Sziasztok Istenek, nekem a savanyú gumicukor az, amiért bárhova képes vagyok elmenni, Peti, a veszélyes favágó. Mm-hmm. Valamint ezt hallgatva feltúrtam a házat finomságért, csak egy táskában már megolvadt, a hűtőben tett tábla csokit találtam, már egy sort megettem reggelire. Abba kéne hagynom. Kérlek, mondjátok be, milyen gáz, ha egy nő elhagyja magát, hát ha akkor lesz erőm visszatenni, hogy maradjon a gyerekeknek. Kösz, puszi, Anita. Nem lesz erőd. De egyébként tényleg gáz, Anita, hogyha most nézd meg a feneked. Most ne a hűtőt nézd, a feneked. Ha a feneked nem olyan, mint amilyen volt 17 éves korodban, akkor van... Na jó, most az országban minden nő eldobott mindent. Anita, én veled vagyok, nekem sem olyan, mint 17 éves koromban. Semmi, engedd el a feneket. Boldognak is kell lenni, adjad. Jó, oké. Okay. Kivel játszunk? Tamással? Hello, Tamás, szia!
Szia, bocsi, Tamás vagyok. Hello, jó itt reggelt. A Laci is. Sziasztok. Szia, szia. Hello, hello. Tamás, honnan telefonálsz? Én Tatáról. Ó, a szép Tata. Bizony. Igen. Nem voltál kint a sírásó versenyen? Nem. Jó, miért a közönség is hivatalos volt? Gondolom, voltak szurkolók. Ja. Na, szerintem kezdjük el, Tamás, mutatjuk neked a hangot, jó? Oké. Megfékezd fel a szelenő brásztinál, csak én ezt tudod, nem megyek. Szerma vinnyi, osztály, pérösöt meg az átszék, a bajkja, miért alakulom, tudom, átökre, nagy meg kis. Hú, így telefonon egy kicsit érdekes. Meghallgathatom a rádión is, mert hát, ha úgy talán. De hallottad már, nem? Vagy még hallottam egyszer? Hallottam egyszer. Jó, akkor, jó, de akkor fogd be a telefon mikrofonját. Mehet? Oké. Okay. Jó, mehet, figyelj. Megfékezd fel a szelenő brásztinál. Csak én ezt nem fogta be. Szerm a vinnyi. Osztály. Pérösöt meg az átszék. A bajkja, miért alakulom. Tudom, átökre. Nagy meg. Aztán befogta. Hát, oké. Okay. Tip lesz, Hatházi László. Igen! Tudod, miért nem ráztatok az ármadőrön szelenőt, mert felálltok is székre. Tudom, én ezt pirosatok egyhez, baj, kialakul. Felmegyek, megcsinálom, oszt, ennyi. Aj, de örülök. Jó vagy, hát abszolút. Tamás, van egy bocsizacsi, Gyuri? Baseball sapkával és bögrével. Így. Még mindig. Super, nagyon örülök. Végre bekerültem a játékba. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük, türelem, amíg visszahívunk, de hívunk, jó? Oké, rendben. Köszi szépen. Sziasztok. Szia, Tomi. Szép napot. Neked hello. Is. Szia. Na, üzenik itt, hogy sziasztok, a Bíbor szél nem hiszem el című számát hallgassátok meg, minden eldől, Grave Digger. A másik azt írja, a Bíbor szél gyakorlatilag egy számos zenekar, az Ildi Rider pedig gond nélkül végtől egy komplet estét. Uh-huh. Attól függ, mi a cél? Hát a cél az, hogy reggel van. Igen. Az, hogy a zenekar egy estét végig kell játszani, az ide nagyon nem jó. Jó. De amit itt valaki ír, az, hogy a bármi is a vége, nagyon nagyot löktök ezen kis zenekarok életében érdek nélkül, távolból, írom pusztán érzelemből. Gratulálok, szuperek vagytok. Hát ezt is szeretnénk, hogy most mi is látod, felkaptuk a fejünket, egy refrén részlet volt ez csupán, hogy milyen jók, és miért ne lehetne az, hogy esetleg valaki az ő körzetükön túl is felfigyel rájuk. Így van. Hajrá. Ez is cél, meg hát mi is kíváncsiak vagyunk. Jó, na ezt még folytatjuk nyilván, de most ami Pistán következik. Ó, igen, mert hogy az oldtimerekről beszélgettünk, hogy olyan érdekes, meg milyen jó lenne tudni, hogy majd az én autómból esetleg az lesz, és akkor vigyázok rá karban, nem tudom. Hát igen, mindig is, mert gyerekkorunkban is bármikor hallottuk arról, hogy oldtimer. Mi az oldtimer, akkor elmondták, hogy 30 évesnél idősebb autó, stb. És hogy akkor az már sokat ér, meg minden. És akkor mindenki elgondolkozott azon, hogy ez az autó, ami most van, ha én ezt most félreteszem, uh-huh. Picit kímélem, stb., akkor ez egy jó befektetés a jövőben. Mert megcsinálom a szerencsémet. Uh-huh. Igen. Jó kis pénz lesz belőle. De ami Pistánk elmondja nekünk, hogy ez azért nem minden autóra igaz, és elmondja azt is, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni, ha most el akarunk tenni egy autót arra, hogy ez oldtimerként majd sokat fog érni. És én egy példát mondok, amit kora reggel is mondtam, hogy gondoljatok bele abba a régi, vagy gondoljatok vissza arra a régi Volkswagen buszra, a T1-esre. Magyarországon is rengeteg volt belőle. Nyilvánvalóan Nyugat-Európában meg borzalmasan sok, és Amerikában is. Tehát gyakorlatilag egy tömegautó volt. Aha. És aztán, amikor jöttek az újabbak, és újabbak, akkor az emberek eladták, vagy egyszer odarakták a kertbe, és ott elrohadt, meg mit tudom én. Na most ez a T1-es Volkswagen busz, ugye a legrégebbi, a legikonikusabb, ez ma egy jó állapotú 50 millió forint alatt nem kapsz. De milyen jó, hogy mondod, hogy tömegautó, mert ezt például nem gondolnám, hogy tömegautó az lesz jó oldtimer. De nem tudom, hogy abból lesz egy oldtimer, mert hát nyilván Bentleyből is. A T1 az abszolút azért. Az. Az abszolút az. És, de hogy ilyen érték növekedése van, ez hihetetlen. És gondolom, hogy most sokan verik a fejüket a falba, hogy basszus, nekem is volt egy olyan, vagy nálunk a cégnél meg lehetett volna venni, de nem kellett senkinek. Tehát, hogy vagy tényleg hagytam a kertben elrohadni. Ha azt hagytad volna, egy picit leponyvázod, rendben van a motor, nem kerül sokba egy ilyennek, ugye azt ilyen bogárnak a motorja van benne, átul 40 lóerős talán. Tehát, hogy Ez semmi, és lett volna, ha gondolkozol. Illetve nem tudtál volna gondolkozni, mert erre senki nem számított. 50 millió forint egy jó állapotú ma. Nagyon kemény. De nem baj, semmivel nem vagyunk elkésve, mert most, ha van egy autónk, a Pista elmondja, hogy mire kell figyelni. Ez a Bocskor!
9 óra 12 perc, és jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Itt van a Laci, csíkos póló. Jó reggelt, sziasztok! Itt van a Gyuri, kisses póló. Jó reggelt, hello! Itt van az Anett, domború póló. Igen. Nagyon szép, ezt tinikorunkban mondtuk, hogy hol lehet ilyen hegyes pólót kapni. Igen. És itt vagy te az AC/DC-ben. Így van, micsoda, a szexista dumák, mi? Persze, milyen jók ezek a szexista dumák, amíg még lehet. Addig mondjuk, amíg addig van. Addig mondjuk, amíg van, pontosan. Na, Anita üzent, azt mondja, na, visszatettem a rohadt életbe, tudtad a varázsszót, Gábor, pusz Anita. Uh-huh. Akkor mégis jól cselekedtem. Nagyon helyesen cselekedtem. Nagy pedagógus vagyok. Vagy. Ja. Főni, ha a Mohikánt hívjátok meg a miskolci bulira, viszek neked pisztáciát. És ugye te mondtad, hogy az nagyon drága. Halálom, haláló, tesó, tonyó. Igen, most nagyon sokan írják a Mohikánt. Nem tudom, majd felveszünk a kapcsolatot egyikükkel, másikukkal, vagy magunk döntjük el. Valaki azt mondja, hogy Facebookon szavaztassunk, akkor az egész ország tud szavazni. Miért? Itt SMS-ben nem tud az egész ország szavazni. Csak azzeg a Sopron itt nem fogja nagyon érdekelni, mert hisz nem is ismeri a miskolci zenekart. Tehát, hogy... Na mindegy, nem tudjuk még a módszert. Neki, de jól alakult, tehát jönnek az érvek most éppen, hogy kit miért kéne. Aztán a harmadik fázis, ami látom éppen elkezdődött, ez a megvesztegetés. Arra is nyitottak vagyunk, tehát hogy ez simán. Jó, és akkor itt már a kocsis, vagy az autós témára is írnak. Egy BMW i8-at vettem 2017-ben, 2020-ban el szerettem volna adni. Szerencsére nem sikerült, mikor megtudtam, hogy leállt a gyártás 20 ezer darab után, úgy döntöttem, hogy megtartom. Azóta kevés eladó van belőle, és emelkedik az ára. A Pisti szerint érdemes megtartani? i8-as az a pici? Igen. Pici elektromos? Igen. Szerintem az. Nem, az i3 talán, az i8, az most én nézem, ez egy ilyen felfelé, ilyen szárny ajtóval rendelkező sportkocsi. Ja, az! Uh-huh. Roadster, szerintem. Na minden, mindjárt mondja Pista, de igen, szerintem nem érdemes megtartani. Na minden, ez az én véleményem, de rám ne hallgass, mert aztán majd megkeresel. Sziasztok, van egy 28 éves Volvo 960-asom, top állapotban, valós 168 000 kilométer, ő az utolsó igazi a Volvók mohikánja, Volvók körében egy legenda, és németeknél is horror árban adják a szépeket. Azt nézem, hogy aha, ez szép egyébként, igen, ez tényleg legenda. Jó, gyerekek, nem tudunk ezzel mit kezdeni, itt jönnek, és szerintem még arról is fogunk beszélni, hogy ma, mai autók közül mi az, milyen szempontok alapján, amit érdemes lehet esetleg oldtimernek megtartani. Jöjjön a Pista, ő ért hozzá! Szlovákiának túl jó volt, de nálunk megtalálta a helyét. Ő a járművekkel suttogó Vályi István. Pista, hát itt vagy, jó reggelt! Hát, drága barátaim, madárfüttyöt, ingyen sört és filléres benzint kívánok Urbi et Orbi mindenkinek, csíkos, domború, AC/DC is és chipses pólónak is. Nem chipses, kisses. Rock and roll all night. Jó, Pista, hát, a tudtad, chips hogy van magyar vonatkozása a kis zenekárnak, ugye? Hát, amelyben Gene Simmonsra gondolsz, vagy mire gondolsz? Igen, hát nézzetek utána, mindenképpen rock and roll all night. Van. Na most ez annyira szép, amit az előbb mondta, hogy amit írt a kedves hallgató, hogy mert a németeknél is horror árba mennek, ez egy nagyon jó érv, amit mindig felhoznak, hogy fú, hogy hát én ennyié láttam eladót, meg annyi, az egy dolog, hogy mennyi árulják, az meg egy másik, hogy a végén mennyi adják el. Ezt kéne tudatosítani, meg hát ugye nem a német piacot kéne nézni, mert akkor ki lehet fáradni Németországból, szerencsét lehet próbálni ott eladni az autónkat, nem nagyon fog sikerülni. Mert én láttam egy videót, amikor valamilyen oldtimerekről volt szó, és akkor ugye a németeknél nagyon fontos volt, hogy német tulajdonú legyen az az autó, és akkor szitták, hogy mit, ha Olaszországba veszed, akkor már az már nem olyan. Hát nem, az még azért, mert a németeknek már mi keletre esünk, tudod? Szóval érdekes módon ez egy paradox dolog, hogy nagyon sok gyönyörű veterán autó, ami aztán visszakerül Németországba, itt készül Magyarországon, mert nagyon szépen tudnak dolgozni a restaurátoraink, és nyilván sokkal olcsóbban, mint a németek, akiknél amúgy szintén van egy pár cég, de a 75%-uk az csak ilyen stupekolást eszközöl, viszont ha innen akarsz eladni ki autót, akkor tényleg vagy nagyon top állapotba kell lennie, vagy jó áron kell lennie, vagy mind a kettőnek együtt. Nem annyira egyszerű hétköznapi embernek Németországba autót adni, hát gondolj csak arra, hogy ide jön a német, megnézi, van neki egy úti költsége, aztán azt, ha nem tetszik, akkor azt valakinek ki kell fizetni, vagy előre le kell egyezni, sőt a német általában németül beszél.
mint hogy ez az anyanyelve. És akkor itt már az elég sok minden megtől, mert ez a Jani gyere ma, mert mit mond itt a német, és akkor úgy nem nagyon lehet alkudozni. Aha. Milyen érdekes, de erre nem is gondoltam. Azt hittem, hogy az ember feldobja a mobilére, vagy valahova, aztán ott van, hogy magyar. Ja, tudod, ez nagyon szépen hangzik, hogy ott ennyié megy, igen, ott. Mi meg itt vagyunk, innen oda eladni nehezebb, vagy nagyon ritka, vagy nagyon szép állapotú, vagy a kettő együtt autó kell, leginkább a kettő együtt, akkor hajlandó a német eljönni érte, vagy ki lehet vitetni, és akkor ott fizetni egy cégnek, hogy adja el, mert ez létezik, ez a szolgáltatás. Hmm. Csak nem mindegy, hogy mit akarunk eladni, szóval itt... Na, erről mindenki... beszéljünk, így van. Na hát ez az, hogy sokan azt hiszik, hogy a garázsukban ott van a Szent Grál, és akkor majd most majd ők ebből fognak meggazdagodni, és iszonyatosan föl is ment most a főleg a Youngtimer-nél idősebb, vagy Youngtimer korú autók ára, de azt tudni kell, hogy ez egy alapvető felvetés, és most már egy pár éve foglalkozom ezzel, meg volt is egy pár, hogy általában értéke mindig a jól felszerelt, legnagyobb motoros csúcs vagy csúcs közeli kivitelű autóknak lesz. Szóval el lehet kérni nagyon sok pénzt egy annyira fapadosé, hogy szálka megy a kezedbe, ha megfogod a kilincsen, csak nem biztos, hogy el fogjuk tudni adni, vagy várjuk azt a madarat, aki majd megveszi és keresi benne az életérzést. Szerintem próbáljunk gyakorlati példánkat keresni. Itt most arról beszélünk, Pista, hogy ma van-e olyan modell, amit érdemes 30 évre félre tenni, mert már benne van a potenciál arra, hogy ez egy értékes oldtimer lesz, vagy arról beszélünk, hogy ha már van egy ilyen youngtimer közeli korú autónk, akkor abban van-e potenciál, vagy nincs? Most melyiket választjuk? Hát döntsd el, te figyelj, ma is van olyan autó, és itt tök jó, hogy az i8-at felhozta a kedves hallgató, mert az i8 tipikusan az, amelyiket inkább azért érdemes eltenni, mert egy műszaki kuriózum volt, ugye a teljes mértékben szénszálas kompozit karosszériájával, meg az egész kokpitjével, meg mindennel, az egy nagyon érdekes dolog. Menet teljesítménye is rosszak, bár tény, hogy egy hangszóróból játssza kifelé a hangot, mert három hengeres és 1500 köbcentis, plusz ugye a villanymotor, de az mindenképpen egy olyan dolog, amit érdemes lehet elrakni. Itt ugye az a kérdés, hogy 10-15 év múlva milyen állapotban lesznek az akkumulátorok ezekben az autókban. Mert ugye az adja a hajtás javarészét, meg ugye az egész erőátviteli rendszer. És ott azért tud fellépni egy akkora degradáció, ami szó szerint viszi el a forintot a zsebedből. Az i8 az egy jó példa. Próbáltam, sose volt a kedvencem, de elismerésre méltó az a műszaki tudás, ami benne van, meg nagyon jól néz ki. Azt konkrétan azt én lehet, hogy eltenném, ha nem is 30 évre, de egy 10-15 éven belül biztos, hogy lesz ára. Uh-huh. Na most, ha tudnám, hogy mi az, amit ma el lehet tenni, mert ugye van ez a mondás, hogy a ma szemete, a holnap aranya, nem egészen így hangzik, csak nem akarok csúnyán beszélni, akkor én már most elraknám, de az látszik, hogy javarészt ugye most kifutnak a belső égésű motoros autók 2035-re. Hogyha abból el tudunk tenni egy nagyon erős csúcskivitelt, ami jól is néz ki, én úgy gondolom, hogy ennek az elektromos... Mondj egy példát csak, hogy értsük. Mondj egy típust felszereltséget. Egy C63 AMG, egy M4-es BMW, egy M5-ös, ami, vagy valami, ami érted, ami valamiben spéci, vagy nagyon felszerelt, vagy jó kivitel, aha, nagyon erős, szóval ezek... Porsche-k, még belső égésű motoros, tisztán benzinmotoros Porsche-k. Szóval ezek Ferrari-k, tudod, ez ritka autók, de hétköznapi autók között is akadnak majd olyanok, amiket érdemes eltenni, csak ezek általában mindig a nagy motoros jó felszereltek érik a forintot, meg az eurót. Igen, ugye de most a hallgatók, ugye lehet, hogy én rontottam el ezzel a hangulatkeltéssel, de gondolom olyanra gondolnak, hogy hát ha van nekem egy olyan tök átlag autóm, hétköznapi, nagy példányszámban, mint amit én említettem a T1-ről, a Volkswagen buszról, hogy ma 50 millió alatt nem kapsz jó állapotú, tehát hogy ezeket a kincseket meg lehet-e jósolni előre? Figyelj, van az a mainstream tömegben gyártott autó, aminek bizonyos kivitele, bizonyos felszereltségi szintje éri majd a pénzt. De ugyanúgy visszautalok arra, amit mondtam, abból is inkább a gyors, a limitált példányszámú
figyelj, nehéz megmondani, de mindenképpen, ami most drága, vagy amiből nincs sok, abból nem lesz sok 10-15 év múlva se, így kell gondolkozni. Szóval az 1-4-es Astrám az valószínűleg nem fog pénzt érni 20 év múlva, de mondjuk egy limitált kiadású OPC, vagy nem tudom, most nem tudom, mely pont az Opel-t mondtam, mondhatom volna bármi mást is, az igen. Csak nem szabad beleesni abba a hibába, hogy az az autó, amit én megtalálok a pajtába, fészerbe, ismerősnél 10 éve, 9 éve, 8 éve áll, dúnyhálat rohad, azt én most kihozom a használt autó piacra, és másfélszeres áron kínálom, mint a legdrágábbat, ami van, csak azért, mert jó állapotú. Ez egy alapvető probléma nagyon sok ilyen talált autónál, hogy rengeteg pénzbe kerül, míg az újra működőképes lesz az állás, a legrosszabb dolog, ami egy autóval történhet. Főleg egy régebbivel. Nyilván, én most mondok egy szempontot, Pista, amit szerintem eszedbe se jutott. Méghozzá az, hogy az autó valami más hatására válik kultikussá. És akkor itt például gondolok a filmekre. Egy életérzésre. Abszolút igazad van. Tehát ez például van. A Citroennek az a Louis de Funès, hogy hívják, D3? A Kacsa. A De Chevaux 2CV. Nem, a D... Vagy a Mehari, ugye az a kis nyitott... Mondjál már valamit D-vel. A Phantomas. DS. Jaj, a DS. Jó, a DS az igazából kultautó volt már előtte, és az nem véletlenül került bele a filmbe sem, de az megint egy nagyon-nagyon ritka. De a Volkswagen busz, a Volkswagen busz, ugye... Ott van a Citroën Kacsa. A Citroën Kacsa például. Igen. Vagy a Volkswagen busz, ugye az a Woodstocki kaliforniai érzéssel. Akkor a Manta, ki gondolt, ez egy szar, lehet, hogy nem az, de a Manta olyan kultikussá vált, főleg a németeknél. Na azért, hogy a Manta azért nagyon szép dolog. Igen, szóval vannak ezek, hát meg kell nézni, mi az, ami... Nyilván a Fast and Furious jellegű filmek felnyomták ezeknek az autóknak az árait is, aha, amik abba szerepeltek. Ez egy létező dolog a mai napig. A mainstream modellekből is tudnak lenni kultuszautók, de azt ne felejtsd el, hogy ezek főleg annak köszönhetik a kultusz státuszukat, hogy nagyon ezerféleképpen átalakíthatók, formázhatók. Szóval nagyon benne van a Citroën Kacsába, a Volkswagen Bogárba, abból épült minden, még szerintem űrsikló is. Igen. De hogy most... Érted? Szóval ezek a dolgok... De mondok egy egyszerűbbet, ami sokkal kézzelfogható, ott van a Simpson. Segédmotoros kerékpár, 15-20 évvel ezelőtt ingyen utána dobták, vagy úgy rúgtuk őket félre, mert jöttek a nyugati motorok. Most, ha megnézed, 5-600 ezer forint alatt nem veszel egy Schwalbe-t, vagy egy S51-es, sőt, inkább drágábban, ami olyan. Mert meg lett az a felvevő piac a nyugaton, és most visszautalok a műsor elejére, amit mondta, hogy például a németek nosztalgiából, akik ugye régen annó Kelet-Németországhoz tartozott, stb. Aranyáron kezdték el fölvásárolni a segédmotoros kerékpárokat, a Simpsonokat, és hogy olyan Simpson migráció indult el, vagy akár Trabantot, vagy Warburgot is mondhatnék, hogy ezt nem hiszed el. Igen. Iszonyatosan fölverték az árat. Igen, ám csak ennek ezáltal fölverték az árat annak is, amit valahonnan a dökkútból húztak elő, érted, és azért is ugyanannyi pénzt kérnek, mint egy gyönyörűen restaurált darab, és ez nagyon félrevezető lehet annak, aki úgy gondolja, hogy majd most akkor ő neki megvan, és akkor jönnek ezek, hogy mert kint a mobilén ennyi adják. Hát persze, csak ez kint van a mobilén, mi meg itt vagyunk Magyarországon, és ez, a tiéd ez ilyen, 9 éve áll, fel kell újítani vagyonokért, a másik az meg egy restaurált példány. Szóval van ennek egy nemzetközi, hát nemzetközi elfogadott sajtója amúgy, ez az Autodata, vagy az Oldtimer Markt, és ugye ott be vannak kategorizálva 5-ös fokozattól, Note 1-ig, Note 5, 4, 3, 2, 1, az 1-es az újszerű, vagy túlrestaurált autó, az 5-ös az meg, amit valahonnan kiszedtek, és nincs alatt a kerék mondjuk, és akkor ott szépen be vannak árazva ezek a modellek, és jól látszik, hogy a fapadost azt sokkal alacsonyabban értékelik, viszont az is látszik, hogy mennyivel túlértékelik nagyon sokszor az eladók a saját autóikat, de mondhatnám most a maiak közül például a 6-hengeres Alfa Romeo-t. Nincs, igen, nekem volt, én azóta visszasírom, valószínűleg lesz is még, mert kell, de most már a mert kell, akinek volt egyszer egy buszója, az nem felejti el, ugye ez egy buszómotor. De a GTV, a 916-os Alfa GTV, ami gyönyörű égformájú autó,
most már a négy hengeres is 1,5 millió forint, hát 3 éve még 1,5-2 vettél. Itt valaki kérdezi, csak azért, mert sok hallgató nem fogja érteni ezekre az autótípusok, de valaki azt mondja, hogy 1.3-as Suzuki Swift-en van, eltegyem-e? Nyilván azt fogod mondani, hogy ne. Hát... Jó. Mi van akkor, hogyha egy kultikus... A Swiftet azt használni kell. Kultikus sorozat készül Brad Pitt-tel és Robert De Niroval, és egy 1.3-as Suzuki Swift-tel nyomják végig az egész sorozatot. Mindenhol a világon az van kiplakátolva, utána ezt átveszik, és a két pasi meg egy kicsiben a Charlie-nek egy Suzuki Swift-je van. Akkor van-e esélye a Suzuki Swift-nek olyan kultikusá válni, hogy oldtimernek megéri? Hogyha ilyen... Nem. Nincs. Az a baj, hogy akkor 400 ezer forintról 500-ra megy fel majd a tiédnek az ára. És, de nem, figyelj, nekem volt Swiftem 2 is, én imádtam, szerettem. Azt mondja, a legtartósabb autófi, addig jártunk vele, amíg ki nem lyukadt a benzintank, a földön húztuk már a fenekét, mert volt egy ilyen epizód. Én nagyon tartós kis darab, de akkor se lesz kultuszautó, mert rengeteg van belőle, mire te oda elérsz, hogy majd a tiédet adod, addigra már megvették a sokkal jobb állapotúakat. Azok, akiknek... Túl sok van belőle. Nem is emiatt, hanem mert mi Magyarországon vagyunk, szóval megveszik Amerikában, mert lehet, hogy egy picit drágább lesz, mert fölmegy a Swift-ára, mert Brad Pitt Edition lesz, de ezen soha nem fogsz pénzt keresni számottevően. De hát ott volt a Volkswagen Bogár, ezért keresek egy analógiát. A Volkswagen Bogár, hát az annál tömegebb autót nem tudsz mondani egyszerűbb motorral, tehát ott, és ma mennyibe kerül egy jó állapotú Bogár a régiekből, a 70-es, 60-es, 70-es évekből? Figyelj, hát most körablakos, ilyen osztott ablakos, vagy milyen 1002-es, 1003-as, az, figyelj. Az, pont. Figyelj, milliók, 3, 4, 5, 6, 10, amennyit elkérnek, érted, nincs felső határ. Akkor van esélye a Swiftnek? Hát van a Swiftből is olyan, amit keresnek, mert a GTI Swift aranyat ér, és azért nagyon-nagyon jó autó. Nem. Az de emberek, a mi hallgatóink egyszerű autókat akarnak most eldönteni a te bemondásod alapján, tartsák-e vagy kuka, most kell megmondani. Ne azért tarts meg, mert már sokat fog érni, hanem azért, mert ismered, azt már nem akarsz megint elkezdeni költeni egy ismeretlen autóra. Hát, most, tudod, ez a fogyasztói társadalom, hogy ez teljesen logikus, hogy van egy autód, amit 10 éve használsz, az utolsó csavarjáig ismered, meg ma minden óhaját, sóhaját, már tudod, hogy mikor nyekken, melyik szilent, akkor most akkor ne kezdjük el előről az egészet, meg ne akarjunk egy csajnát játszani, mert az nagyon sok pénzünkbe kerülhet, szóval nem 25 percre restaurálni egy autót, amíg az szép lesz és sokat fog érni, hát ez nagyon jó, tudod, hát neked is van egy youngtimer korú autód, megkérték az árát annak is, szép is. De tudod, jó, hogy mindig van rajta mit bütykölni. Igen, és viszem is majd. Mi van egyébként a kis oldalműanyag kockámmal, tudod, amit az Zoliék ígértek? Az oldalműanyag kockáddal az van, hogy mindjárt átmegyek a műhelybe, azt megkérdezem. Jó, köszönöm. Megírom. Rendben. Pista, nagyon-nagyon szépen köszönjük, ölelünk, és én is. Egy jó, vagyatok, és szép napot. Sziasztok. Neked is. Szia, szia. Szia. Bye, Pista. Igen. Hát itt írják, hogy sziasztok, bocsi, jól beszél, a T1-esnél nincs jobb autó, 30 éve akarok venni, és most sikerült megvenni. Hó! Jelenleg felújítás alatt van, hihetetlen története van az autónak. Hát én nagyon kíváncsi lennék, hogy mennyiért vetted, milyen állapotban. Tehát az, hogy mennyi, érted? Tehát, hogy mert ha jól vetted meg, és ráköltesz 5 millió forintot, és 50-et fog érni, akkor azt mondom, hogy akkor ügyes, ember, igen, szuper biznisz, vagy. Hát majd a végén húzza egy vonalat, add össze aztán, de egyébként képeket küldj el. Szerintem ilyen előtte-utána képeket, én tök kíváncsi vagyok. Hát jó, de az egy pár év lesz. Nem baj, azután fogok ülni, várom a képet. Itt van, Facebook oldalunk megvan, 5 év múlva küldöd a képet, én nézem, apa, megígérem. Ne vedd el a kedvét, képet akar, kérjék képet. Simpson, amit Pista mondott, ugye Simpson, ami patika állapotú, 7-800 ezer forint. Németekhez hordja egy ismerős, jók vagytok, és meghív bennünket Dirogra. Köszönjük szépen, Tamás. Na jó, ennyit erről, a legjobb pillanatok jönnek ma, és ez a sírású verseny volt, akármilyen szokatlan is, furcsa. Bizony, az 5. országos sírású verseny, kíváncsiak voltunk, hogy zajlik egy ilyen, milyen feltételek és szabályok vannak, beszéltünk a főszervezővel, Varga Józseffel.
10 óra lesz 5 perc múlva. Hú, gyerekek, micsoda felfordulást okoztunk már ma azzal, hogy miként képzeljük el az őszi turnénkat, és itt felmerült Miskolc, és nyilván minden helyszín kapcsán majd egy-egy helyi zenekar bemutatása, és itt jött, hogy Bíbor Szél, Ildi Rider, Mohikán, minden, amit javasoltak a hallgatók, aztán itt megjelent technikai gurunk, Gyula is azt mondta, fiú, azonnal tisztáznunk kell, hogy a zenekarok milyen igényel, milyen technikai igényel, nem tudjuk, azt sem tudjuk, hogy dobbal vagy hegedűvel jönnek, tehát fogalmunk sincs még, de próbáljuk ezt nagyon-nagyon gyorsan összehozni. Gyuri, elkezdesz telefonálni, itt gyorsan kell döntenünk, mert tényleg egy minimál setupot tudunk csinálni, ugyanakkor azt akarom, hogy jól szólaljanak meg. A számok, nevek már megvannak, tehát viszonylag gyorsan le tudjuk egyeztetni dolgokat, attól függ, hogy kivel egyeztetünk és mit, tehát itt még nekünk is lesz egy körünk ebben. Nekünk is lesz egy körünk, így van. Aztán mit üzennek? Ó, hát még az autókra vonatkozóan. Sziasztok, apámnak volt egy Volkswagen Bogara, újonnan vette 74-ben. 2002-ben adta el, és én marha hagytam. Meg tudok erősíteni. Ezért fáj a szív. Nekem volt egy E21-es 232i. Az M323i volt? Mindegy, lehet, hogy 232. BMW-nek volt ilyen, hogy 232? Hát a legjobbra nézel, Gábor. 323. Na mindegy, jó, lehet, hogy volt. BMW 80 ezerért adtam el, 15 éve, most 1,5 millió az ára a roncsnak. A roncsnak. Igen. Nekem van egy VR6 Volkswagen Corrado, megéri tartani, szuperek vagytok. Vájj Pista nevében azt mondom, hogy igen. Hogyha... De őt kell hívni, hogyha mégis gond lesz. Hogyha ez egy régi Corrado, igen, nyilvánvalóan egy régi Corrado, hát azért abban egy dögös motor volt. Tehát, hogy az például az, amiről Pista beszélt, tehát az egy erőautó volt. Egy Corrado-t el tudok képzelni egy 30 évesen, hogy az nagyon fog menni. Aztán Brad Pitt Edition, utcára néző ablakokkal, alul felnivel eladó, az öreg Skoda. Aha. Brad Pitt Edition. Bődi Szabi írta. És a szívem szakad most meg, 3 darab Swift GTI-m volt. Mind eladtam 2 éve, sírok. Ah, és ugye a GT-t mondta a Pista egyfolytában megállás. GT. Hát most 4 helyett 500 lenne, ugye ezt mondta a Pista nagyjából. Igen. A Brad Pittes. Nem, a sima, ha Brad Pittes lenne, és sima 1-3-as Swift. Ez a GT-nek már van értelme. Na jó, most mindenki sír. Elnézést, ezzel hagytam benneteket itt. Na, Vágó Piros jön vidám a percekkel, mint a mi sírós végünk. Uh-huh. Biztos vagyok benne? Mi biztos, van? Hát mindig a jó kedv földi helytartója ő. Olyan, mint egy pipacs, nem? Bizonyos értelemben igen. Hogy egyszer csak ott van, és azt mondod, hogy de jó, olyan úgy megnyugszom mellette. Igen, így érzed. A pipacs így. Számomra is ez. És nem szabad leszakítani, mert azonnal tönkre megy. Azonnal, igen. És általában nincs egyedül. De ő igen. Tehát, hogy... Micsoda a rossz hasonlatok. Ugye? Tehát Vágó Piros jön, ez a lényeg. Mi pedig holnap reggel jövünk a újra. A neve, hogy Piros, most esetleg. Hát így hívják nagyon régóta. A pipacs miatt. Ja. Reggel 6:08. Viszlát.